reggel, Vietnám! Hello, bello! Sziasztok, srácok! Üdv a csatornán, képer jelentkezik. Igen, ne kérdezzétek, hogy mi van ott a tetején. Mindjárt el fogom mondani a dolgokat, de vágjunk bele a lecsóba, és igazából építkezés közben is tudunk egy csomó mindenről beszélgetni, de tényleg kellene haladnunk. Inventory-t kellene itten nézzünk, túl vagyunk egy kicsit terhelve. Mindjárt fogok magyarázni mindent. Csak valami legyen velünk, gyerekek. Kellene mennünk egyébként. Jó, meg ezeket ugye el akartam adni. Nem tudom eladni. Ja, el tudom adni. Ezeket eladom inkább, arról beszéltünk. Van egy hármas sapkám. Meg mi van itten más? Igazából nagyon hát jó a részt is eladom. Ne legyen nekünk fölösleges kacat dolgok egyelőre itten. Ne legyünk túl terhelve. Meg igazából az az igazság, hogy kellene vennünk valami kaját. Ja, hogy ennél nincs kaja? Az ugye akkor jó lesz. És kettő fúrott, de ez, azt igazából sokra nem megyek vele. Jó, kellene kajákat vennünk, viszont van neki nyers húsa, úgyhogy azt lehet, hogy... De most cseszhetem, mert nem fogom tudni kisütni, ugye? Megnézzük az automatába, itt is van gondolom automata. És akkor itt veszünk néhány kaját. Mert arra szükség göltetne a dolog keepernek, mert nincs kajánk. Kezdett elfogyni, ugye annyit csináltam gameplayen kívül, hogy beállítottam, hogy a egy nap az 120 perc legyen. Tehát arra beállítottam, most visszaállítottam normálra, 90 percre, hát az sem a normál, mert egyébként 60, és megcsináltam ezt a dolgot gameplayen kívül. Felupgrade-eltem, sajnos nem is lett elég az alapanyagom, szóval el kellett mennünk arra, ott csináltam egy ilyen kis bányát, ahol jó szét is túrtam a talajt sajnos, ott az erdőnél. Valószínűleg oda fogunk eljárni mindenképpen clayért és kőért, mert nem akarom itt széttúrni, ez tök jó, hogy itt van ez a terület, ami ilyen tök jó. Viszont igen, most már fel van upgrade-elve az egész 600-re gyerekek, meg itt próbálkoztam, már látjátok, hogy betűkel is, hogy milyen betű legyen, Zombieland felirat hol legyen, meg ilyesmi, de igazából nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az ott fönt, amit láttok, az nem más, mint állványozás, mivel meg ide raktam egy létrát, ez természetesen le fog kerülni, csak az a nagy probléma volt ezzel az egésznek a felupgrade-elésével, hogy itt folyamatosan blokkokat kellett csinálnom magam alá, fölpakolni, lepakolni, lejönni, följönni, ugye baromi sok ideig tartott, és itt meghagytam az állványzatom egy részét, hát ez nagyon komoly egyébként, hogy ilyen állványokat kell építened, de hát ez így tudod megoldani, mivel meg kellett csinálni itt ezt a felső részt, és igazából ugye csak így tudnám elérni, ezt a szekciót, ugye ezt a nagy korongot kéne megcsinálni. Egyben biztos vagyok, hogy ez a rész, ez veszélyesebb lesz, mint egy 100. napi zombi horda, mivel mondom, várjátok, néhány building blokkot csináljunk, mondjuk egy 500 darabot. Igen, oda mentem el, ott szét is túrtam a területet, elég gyorsan tudok már ásni meg minden, úgyhogy az egy kicsit baráti volt, viszont nekünk kellenének akkor néhány fajta blokk. Leginkább kettő fajta. Meg akarom építeni ebbe a részbe ezt a felső részt teljesen, eléggé jól ki fog lógni, remélem. Kigondoltam, hogy tudnám ezt megvalósítani, aztán majd meglátjuk, hogy igazából mi is fog ebből megvalósulni. De először is kellene nekünk néhány fajta blokk. Kellene nekünk kocka blokk, meg igazából ezt ketté kellene vennem, és akkor kellene nekünk háromszög blokk. Van itt ilyen is, úristen. Na, kellene nekünk ilyen háromszög. Úgyhogy ez a kettő lesz, viszont valószínűleg, hogy ezt úgy kellene megoldanom. Éhesek vagyunk, igen, ezzel van probléma. Ugye nekem is kellett folyamatosan zabálnom, amikor gameplayen kívül itt csináltam a dolgokat, szóval jaj, itt egy kicsit problémás. Nagyon sokáig nem fogom tudni kiúzni már kaja nélkül, meg igazából kellene mindenféle csuda dolog. Úgyhogy talán össze fog jönni ez az egész egyébként. Na, gyerekek, akkor ezt úgy gondoltam, hogy ezt úgy kellene megcsinálni, hogy akkor ezt el kell forgatni. Figyeljetek, egyszerűbb, ha csinálom, aztán akkor közben így kialakul a dolog. Ja, ugye kettő darab blokk fajtával fogunk építkezni, viszont nekem szükségeltetik az, hogy ezeket szerintem felupgrade-eljen, mert különben le fog szakadni. Mivel írtátok, hogy erősebb blokkok, másfajta jellegű blokkok máshogy fognak viselkedni. Szóval ne nagyon szarják be, hogy le fog dőlni. De az a baj, hogy be vagyok szarva, hogy le fog dőlni. Mert
mert nem tudom pontosan, hogy ez hogy működik, mennyire pontos ez az egész. Jó, közben meg upgrade-elődik, építkezés van, úristen, minden van, gyerekek. Az a szerencse, hogy egyébként tök gyorsan tudsz alapanyagot kinyerni, tök gyorsan tudsz így munkodni. Igen. És viszont tényleg azt kellett csinálnom, srácok, legrőj. De ilyen állványzatokat kellett csinálnom az építkezéshez, hogy normálisan tudjak dolgozni. És az a baj, ez is eléggé ilyen leszakadós. Jó, akkor egyelőre ez ennyi szerintem. És akkor így menni fogunk tovább. Mindenképp ezt kell csinálnom, hogy fel kell upgrade-elnem ezeket a dolgokat. Ezt megcsináljuk mind a négy oldalon, és akkor miután megcsináltuk, akkor elkezdhetjük a platform részét így felépíteni. Ja, egyébként jól tettem szerintem, hogy ezt gameplay-en kívül csináltam, mert tényleg egy nagyon körülményes volt felugrálni, felupgrade-elni, leugrálni, leszedni magam alatt a blokkot. Nagyon izai volt. Nagyon kaotikus egy dolog volt, de legalább túl vagyunk rajta. Hát most egy ilyen rohadt nagy imádkozás van, hogy le fog-e szakadni, vagy nem fog-e szakadni. Hogyha le fog szakadni, akkor azt is fogjátok látni, mert nyilván nem fogom elmismásolni, vagy nem tudom, hogy nem is tudom, mivel igazából folyamat ment a játék. Készüljünk fel a legrosszabbra. Megmondom őszintén, tényleg úgy vagyok vele, hogy a legrosszabbra rá vagyok készülve, nem fog felidegesíteni semmi. Nem, nincsenek olyan túl nagy elvárásaim ezzel kapcsolatban, hogy ez hogy fog megvalósulni, jó? Egyébként sokat gondolkoztam, képzeljétek, ma rajzolgattam a munkáján egy ilyen, ezt meg is tudnám mutatni, mert rendesen csináltam ilyen képeket. Gyerekek, ez igen, ez egy kicsit veszélyes móka mutatvány. És igen, akkor ezt így, tényleg minden úgy gondoltam, mindig upgrade-elek, és úgy fogok építkezni, akkor jobban fogja bírni ez az egész projekt, talán. Én attól félek, hogy ezek a tartása ennek az egésznek fog elfáradni, mert ugye most minden súly ezekre a falakra fog összpontosulni, meg igazából a legaljára. Hogy nehogy az történjen, hogy az egész leborul, mert akkor el fogom rényni magam rendesen. Még mindig ezt az upgrade-elős módszert választjuk, mivel nem akar... Tudnék cobblestone blokkot csinálni, de úgy gondoltam, hogy ha valamit elcseszek, akkor nem akarom itt folyamatosan kiverni. Az nem is jó dolog, hogyha kiverjük, gyerekek. Nézzünk csak, ide csináljunk még egyfajta blokkot, az nem lesz más, mint a létra, mert akkor itt föl tudnék, ja nem kell fel létre, hiszen föl tudok pattogni. Sőt, nem is az kellene, hanem tovább kellene valahogy mennem, de lehet, hogy inkább lejövök majd a túloldalon. Jó, inkább csinálunk létrát, aztán azt csinál, nem kell létre is így. Ja, itt rohadtul óvatosnak kellene, és előre mondtam, hogy lehet, hogy ez veszélyesebb mutatvány lesz. Ja, egyébként azért volt itt a lap, mert ide raktam egy lapot. Úgyhogy próbálom egy mindent így vázolni, hogy ez hogy zajlik. Igen, és ezt ugye arról beszéltünk, srácok, hogy akkor ezt még így meg kéne próbálni. Most ugye van nekünk 1, 2, 3, 4 blokkunk. Ugye jön az ötödik, baze, hallod, és ezt így kell megoldanod, baze, meg... Ne. Hát ez valahogy máshogy kéne, nagyon annyira fosok, baze, hogy az őrület. Ja, ezt máshogy oldjuk meg, mit csináljunk? Csináljuk meg mind a négy oldalát. Itt már kitanultam ezeket a módszereket, hogy tudom ezeket így abszorválni. Komolyan mondom, hogy nagyon para egyébként, de ez most halál komolyan. Nem tűnik annyira parának, lehet nektek, de kurvára para, hallod. Brutál para ez az egész szituáció. Na, építkezzünk. Nagyon félek, hogy ez szét fog borulni az egész tetején, retteltesen nagy nyomás lesz rajt. De hát, valamiért gyerekek. Ugye azt csinálom, hogy mindig így megépítek egy kicsit, és azt felupgrade-elem nyilre, aztán akkor valami csak lesz. Valószínűleg, hogy bele fogunk futni az éjszakába, meg reggelig is fogunk itt tévékenykedni, de úgy érzem, hogy igazából ezt meg kellene csinálnom, ezt a felső részt. Főleg azért is, látjátok, ide már raknék, akkor leborulna. Ez nagyon jó dolog, hogy egyébként mutatja, mert erre kellene figyelnünk, és akkor igazából annyira nem tudjuk leborítani. Talán gyerekek. Azt nem tudom, hogy a különböző tereptárgyak azok hogy viselkednek, tehát én ládát fölrakok, akkor azzal nem fogja azt történni, mondjuk, hogy nem fogja azt történni, hogy az súlynak számít, és akkor így leszakad. Mert akkor már ugye lerakod a ládát, akkor nem mutatja szerintem, hogy pirosan, vagy nem tudom, akkor is mutatja ezeket. Igen, és akkor úgy beszéltük, hogy megcsinálom teljesen így ki,
ki ezt a dolgot. És akkor utána az lesz, hogy... hogy még ennél jóval kiebb, ugye ettől még minimum majd, amikor kijelünk, még egy 5 darab blokknyit ki kellene menni, és akkor konkrétan lenne 10, meg 10, meg 5 blokk szélességű játszóterem. Ja, hát imádkozzatok gyerekek, hogyha így minden itt borul össze alattam, aztán így zuhanunk lefele, akkor nem csak meg fogunk döngleni, hanem konkrétan összedől az egész bázis. Úgyhogy, ja. Nagyon izgulok, izgulok. Izgulok, hogy ez sikerüljön. Mert igazából ezt a függőleges tornyot ezt csak időbe teled megcsinálni, de itt egy mérnöki teljesítménybe az, hogy ezt így összehoz a gyerekek, komolyan. Na itt megint felugnálunk. Egyelőre. Aha, jó nagy lesz, és még 5 blokknyit ki fog menni arra, ugye itt meg megint 10-10, fú, nagyon nagy lesz, és el akarom rendezni, ja, rajzolgattam ma a melóhelyen egy csomót, képzeljétek. Pont Ferikének mutogattam, hogy így próbálom megoldani, meg hogy ilyen legyen az elrendezés belül, meg egy csomó mindent így próbáltam tényleg így kitalálni, hogy egy jó bázis legyen itt fönt. Meg azért működjön is, vagy nem tudom, hogy mondjam. Oké. Okay. Gyerekek, itt te dolgozok ki, hallod? Ez egyébként annyira jó, hogy ez így meg tudod valósítani, hogy így blokkokból tudsz állványt, és akkor így tudsz építkezni. Nekem ez így nagyon bejövős. Na jó, hát ezt csináljuk meg teljesen. Így. Így. És ugye Hordaváró is itt fönt lesz, és tényleg rajzolgattam a izéket. A terveket, ugye egy papírlapra, nem is egy papírlapra, erre egy bútorlapra, egy ilyen faforgácslapra, arra rajzolt, vázolgattam fel a terveket, és így mutogattam Ferikének, hogy szerinted ez jó lesz, vagy nem lesz jó. Nagyon érdekes zombivárót akarok megvalósítani. Igazából egy végtelen loopba akarom bele kényszeríteni a zombikat. Tehát azt akarom, hogy ők konkrétan menjenek körbe-körbe, úgyhogy ezt nem tudom, hogy meg sikerül valósítani, egy csomó minden. Hát, puding próbálja az evés, majd ki fogjuk próbálni, hogy ez hogy fog működni. De viszont még egy dologra gondoltam, hogy a lejutás gyorsítása az tök jó lenne, hogyha nem tudom, hogy működik-e az, hogy ha vízbe esek, akkor nem sebződök, vagy valami nagyon mély vízbe, vagy valami ilyesmi lehetőség van, mert hogyha lenne egy ilyen lehetőség, akkor ugye tudom azt, hogy alulra csinálok egy medencét, és akkor abba ugrálok bele, és akkor nem kell legyalogolnom, érted? Az például tök jó lenne. Oké, okay, ez, ja, itt még nem upgrade-elgettem föl, nagyon, úristen, el vagyok ám izajével, el vagyok teljesen így anyátlanodva, vagy nem tudom, hogy nevezik ezt. Aggódok, rohadtul aggódok, hogy le fog szakadni az egész. Meg az a baj, hogy megindul, akkor ilyen láncreakciót beindít általában, azt egy szakad minden. Elég sok munkánk van benne, bár az oké, okay, hogy csak egy részút a csináljuk, vagy ez a második, de ugye én itt körülbelül szerintem több mint egy órán keresztül az a szarakodta, hogy lefefutkoztam, meg upgrade-elgettem. Meg craftoltam a cobblestone folyamatba. Egyébként egy csomó, nem csomó szintet, de azt hiszem léptünk 3 szintet. Ugye rengeteg upgrade-elésnek köszönhetően, meg hát most is fogunk valószínűleg, mert itt még rengeteg munka van. Jó, oké. Okay. És nem mertem oda kimenni, még azt állványozzuk mindenképpen. Kitaláltam, hogy úgy állványozom, hogy itt keresztbe áthúzom, és akkor kimegyek arra, és akkor a két nyúlványt azt meg tudom csinálni. Hát ja, így ki kell találni ezeket a dolgokat, gyerekek. Mert különben nem sok... ilyen zombi támadás hang van, nem? Vagy nem? Én érzem azt. Meg ugye hát ezt... baszod meg! Nehogy már túléltük, bazd! 27 HP vagy 8 fal... azt a betyár! Jézus Mária, hallod? Uff! Azt a rohadt életbe, hallod? Ez hogy az anyámba ért itt túl? Jézus, kiszedtem ott a... de hogy az anyámba sikerült ezt megoldanom? Fú, gyerekek, ez nagyon kemény volt! Ez nagyon kemény volt! Minek nevezik azt a izét? Valami split. Mi kell hozzá? Duct tape kell hozzá, meg wood, meg roncs. Semmi nincsen. Azt a betyárul isteneteket. Etöltem a lábam a franc egye meg. Hát tényleg nem vagyok boldog tőle. Appa, ne essen bele. Ugye bezár a izé.
Azt a rohadt életbe. Nem volt alatta még egy blokk, én úgy... Ja, mert az izémet is láttam, ugye, amit épp... Hú, ez 27 HP-ban megúsztuk. De hát azt ennek volt köszönhető egyébként, hogy szerintem benn van ugye a mora a cipőmbe, tudjátok, hogy ez a zuhanás mód. Jaj. Várja, nincs izéd. Inventory itt bazza, nincsen itt enni. Van egy, jó van, oké, okay, vagy van. Megyünk egyet. Bekötjük. Jó, oké. Okay. Jó. Így legalább tud futni, ugye. Meg csak 37 perc, bár ugye a futás az nem tesz jót nekünk. Jó, mindjárt izé van. Éjszaka van, úgyhogy menjünk fel a francba. Hát ez nem volt egy baráti. Azt, én 100%-ra vettem. Hogy meg fogunk halni. Ja, ide leszakadtak ezek a dolgok, ezeket gyorsan le is ütöm. Nem maradjon itt. Öcsém! Több volt, mint epik. Mi, mennyire gondoltátok, hogy meghalunk 100%-ra, nem? Jó, hát akkor 148 HP, ha nyíl HP-nk vagyunk, akkor azért még van is esély, hogy túléljük, bár most meg már nem leszünk max HP-n. Ez is oda HP-t, ugye? Ez is oda. Legyünk max HP-n, mert akkor esélyes, hogy túléljük. Azt a betyár! Meg van a móda izé cipőben, az volt a szerencsém egyébként. Ez tuti, hogy az volt a szerencsém. Várja, hol vagyok? Itt meg már izé volt építkezési jegyek. Ja, itt ez nem jó. De már felhúztam egy ilyen blokk sort, itt jöttünk föl ugye az előbb. Arra kell figyelni a legalsót, ezt ne vedd ki, amint támaszkodik, mert akkor ez fog történni. Egyébként full para, nem tudom ti mennyire érzékelitek ezt az egészet, hogy én mit fosok itt. De ugye egy rossz mozdulat, aztán más el is le a pérába. De itt meg még rá is csesztem most, mert leszakadt és nem fogok tudni. És megint akkor alulról kellett volna fölmásznom, figyelj, ezt leseszedem, bazzek, komolyan. El kéne mennünk ide oldalra, aztán valahogy megoldani, hogy... Hát igen, így kicsibe. Hát ez, egyébként ez van, ezt tudod itt csinálni, nagyon durva. Várja. Aha. Ezt ide kell, ugye? Ide kell. Bazza, nagyon para ez az egész rohadt helyzet. Nagyon para. Nem szereti a keeper, komolyan mondom. Nem szereti. De várjál, igen, jó. Ide kellene, és az a baj, hogy ide, hogy rálás, ugye nincs kihajolás. Ide azt tudod se, hogy így szépen így kimész. És akkor itt szarakodsz. 122 HP-n van, ja, nem, mi a kötszeret, azt nem használtam el. Vagy mi, beszkrepeltem, képes vagyok a jelre, de nem, izé. Azt írja, hogy 30 darab HP, de hát nem nagyon akarta ezt elhasználni. Oké. Okay. Várja, jó helyre rakjam lehetőleg, onnan, oda, ahonnan indul. Így ugye? Hát bízunk benne. Ha bele vagyok keveredve, az a baj, az utolsó itt már nagyon érdekesen jön ki. Ugye itt már nem látsz rá az élére az épületnek. Jó. Ti ezt így van, hogy föl le kell szednem. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5-öt számoltam, úgyhogy akkor csak jó. Hát ezt frankón azért megoldottam, mi? Így majdnem megdöglöttem. De most egyébként meg is döglök. Még mindig egy darab halálunk van ám, gyerekek, úgyhogy ez valamilyen szinten ilyen presztízs kérdés is lenne, hogy azért ne halljál már meg keeper, bazzer, mert tök cing vagy. Jó, fel kéne upgrade-elni. Fölkapcsolom a lámpát, igen, bocs. Lássatok, mert azt írtátok többször, hogy jó lenne, hogyha lámpa lenne, mert nem látunk semmit. És egy rohadt nagy plac lesz fönn. Ennél még jobban, sokkal jobban kilógatjuk, minimum dupla ennyire. Jó, hát leszakad bazze. Akkor meg fogunk halni, az biztos. De egyébként miért nem ment fel a max HP? Mert ez lehet, hogy redukál róla, ugye? Mert lehet, hogy ez van egy ilyen... Ja, igen, 18,8-an a max HP-mat csökkenti, tehát hiába is tolnék rám akármit. Akkor se fog az jobb lenni. Oké. Okay. Na, ez hány blokk itt? Itt háromnak kell lenni. 1, 2, 3. Jó. Mielőtt felupgrade-elek itt csomó blokkot, jó lenne, hogyha...�
Nem tudom, hogy van kiszámolva, hogy működik ez a mechanika ebben a játékban. Hogy van, hogy súly van, hogy milyen feszültségek lépnek életbe. De hát ugye abba bízhatunk, hogy figyeljük a blokkok, hogy milyen színűek. Már nem tudom, hogy ezelőtt írta, amikor leszakadt. Mármint amikor a tesztet csináltuk, ugye. Jó, ez így nagyjából oké. Okay. És akkor most azt kellene csinálnunk, hogy ugye ki kellene építenünk ezeket a szarvakat minél jobban kintre. És azt gondoltam, hogy csinálok egy ilyen összekötést. És akkor erre kéne kimenni valahogy. Menjen a francba ez a játékba, azért, hogy az anyám picsa. Hát összefosom magam mindjárt, hallod? Komolyan mondom, inkább mindjárt fölépítek izéket. Blokktornyokat, ahogy csináltam a... Mert ez nem a legbiztonságosabb. Oké. Okay. Jó, és akkor elvileg ez már kim van teljesen. Tehát akkor itt... Ez már a plusz lesz, ugye? Ez már a plusz lesz. Hát egy plusz 5-be gondolkozok minimum. Mindjárt kiszámoljuk. Ó, bocsánat, hogy ilyen tökölős. Ezt összefosom magam ám itt a... Ezen a meredélyen, gyerekek. Na, ez így oké. Okay. Menjünk innen egy kicsit ki. Oké. Okay. Ez hány darab blokk? Ugye elvileg 5, ha 1, 2, 3, 4, 5. Eddig volt, nem eddig volt, és akkor 1, 2, 3. Még 2 minimum kellene, de lehet, hogy inkább több. Úgyhogy itt még lesz, vánszorgás lesz. De mondjuk ennyi erővel tök mindegy, hogy azt építem. Vagy pedig ide rakok magam alá, mert ide is le tudom rakni. És akkor ez így egyszerűbb. Fosatás vagy, nem gyerekek? Nagyon fosatás. Hogy ez mennyi ikor szakad le, én nagyon bízom benne, hogy soha. Egy, hány darab blokk jött ki? Még egy, kettő, három, négy. Hát még minimum egyet ki kell erre húznom, nem? Az egyet kihúznám, akkor viszont egy ilyet raknék már szerintem. És akkor így ja, jó, elég lesz még egy, gyerekek, szerintem. Ne vigyük túlzásra, mert be fogunk cunkózni, hallod? Be fogunk cunkózni, le fog szakadni. Ilyen megalomániámat, pont Ferike haverom mondta, hogy ez a megalomániám az egy őrület, hogy mindig ilyen hatalmas nagy izéket akarok csinálni. Jó, hát ez bőven elég, gyerekek. Úgy. Jó. És ezt össze is kötjük. Figyeljük a színét, mindig nagyon figyeljük a színét. Na nézzük, hogy akkor ez elég lesz-e. És akkor ez hány blokknyi lesz így? Így, elég nagy, ugye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jó, 10-et számoltam, 9, az nem olyan rossz. Azért itt egy konyha bőven elfér, értitek? Vagy egyik helyen egy crafting rész, a másik helyen egy zombiváró, igen, zombiváró, igen, zombivárót szeretnék. Lehet, hogy ezt most így néztek egy nagyot, hogy mit akarsz te? Zombivárót? De igen, akarok egy zombivárót. Hallod, olyan para ez az egész. Egy ilyen nagy meredélyen állok kint, egy ilyen fent az égbe, bazze. Hát, hogy belülről kéne kezdeni, nem vagyok kezdeni nekem itt leszakadni. Megcsináljuk teljesen ezt a platformot, és egyébként el is kezdhetnék ládákat kraftolgatni, meg mindent. Ja, még, de viszont még valami nem stimmelám. Mert itt még, ennél még szélesebb lesz viszont. Ugye, mindjárt meg akarom mutatni, meg is csináljuk az egyik sarkot, meg az egyik ilyen, basz, egész végig olyan érzésem van, hogy le fog szakadni. Ismeritek? A kurva élet! Mennyi? Mi szakadt le, gyerekek? Mi szakadt le? Semmi baj. Nincsen semmi baj. Hú, hallod? A szívem megállt.
szívem megáll, gyerekek, a szívem megállt. Mennyit szokott le? Ilyenkor úcika fölvette? Semmi gond. Tényleg semmi gond, gyerekek. Mi szokott le? Leszokott full? Leszokottak a cobblestone-nak is, baza. Ugye ezek a cobblestone-nak a maradványai. Jó, sok. Mennyi volt? Miért szokott ez le? Nem tudom, mi szokott le. Mi indult meg? De egy rettenetesen rémisztő volt. Én nem tudom, nincs nagyon tériszt vagyom, de az rendes miniszív rohan volt, ahogy láttam, hogy a kipotyog a lábom alól minden, nem? Erről beszéltem, hogy lehet, hogy meg fogunk halni. Hát, ez kemény, ez több mint kemény volt egyébként. Hú, azért befostam keményen, gyerekek, hogy zuhantam le? Már sebződtem a izét a blokkoktól fönt. De legalább most izé, most max HP-n vagyunk. Jó, hát ezt nem fogjuk elfeladni, azt ugye gondolom mindenki így sejtheti. Hogy szakadt ez le? Nem is szakadt le minden, szerintem megmaradtak a izék. A tartó pillérek megmaradtak, tehát akkor az így fix, az így jó. Csak túlságosan kijöttem oldalra, viszont itt ezeket meg lehetne csinálni azt, hogy ezeket így visszaszedem, mert erre már nem lesz szükség, ugye? A tartó pillérek azok full megmaradtak, gyerekek, jó? Az mehet is le, nem annyi baj legyen, hogy leesett. Ezekre már nem is szükségem itt. Jó, hogy a létrát kérem, kapom magam alól mi. Látjátok, a tartó pillérek azok érintetlenek. Érdekes, szerintem egyébként nem volt valami jó, hogy itt nem volt beködve. Én gyanítom egyébként, hogy azzal is volt probléma, hogy az nem volt beködve. Hogy a végét elkezdtem építeni ilyen banga, nem? Lehet, hogy nem az volt a probléma. Mert ez itt megmaradt, ez tulajdonképpen megmaradtak ezek a pillérek. A pillérek megvoltak, bazony, akkor meg kellett volna maradni. Nem volt itt összekötve, nem itt kezdtem el építeni, hanem itt a legvégét. Én érzem, hogy ez ennek működnie kell, csak az a baj, most megint itten tökörészhetek a izével. Ezzel a szegélyebb mászkálás. Ezt tudjátok, mi para? Ezt nem tudjátok képzelni, komolyan mondom, hogy ez mi para. Ez a szegélyebb mászkálás, ez a rémálmok rémálma, baze. Tényleg azt kellene csinálnom, lehet, hogy fölépítek egy... a francba. Mindjárt megjön lift. Ááá, bozzak, hogy kijöttem a szélére, mi vagy? Megint megyünk lifter le, basszus. Megint csinálom egy tricsit. Tuti, az voltam a gyerekek, nem jól csináltam. Hát miért a végét kezdtem el építeni? Nem volt elég tartás ennek. És én szerintem nem volt ez annyira túl sok. Mennyi 9 blokk szé... Még egyszer megpróbálom, úgyhogy ésszel, gyerekek. Lehet, hogy inkább megmaradunk a 8-nál, nem? 8 blokknyi legyen a kiállásunk. Az is, az se rossz, 8 blokknyi se rossz kiállásnak. A hülye gyerek, baze, ilyen bázist. Az az igazság, egyszer megépíted. Ja, meg hát nem 80 blokk magas lenne, akkor lehet, hogy egyre értelmesebb lenne a dolog. Na nézzük, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jó, és akkor 8-eset csinálunk csak, jó? Jó, 8-eset. 8-eset. Egyébként szerintem tuti az volt, itt építkeztem az a helyet, hogy ott benne építkeztem. Jó, akkor viszont 8-as lesz, és ez lesz az utolsó blokknyi. Egyszerűen nem látod, hogy hol állsz a szélén, hallod? Nem kívánom senkinek, komolyan. Ami itt megy. És ilyenkor mi bereszetelt a blokknak a izelje? Nem örülünk. Leterheltem ezt a végét, az meg még nem volt kész, gyerekek. Úgyhogy az volt itt a nagy gebasz, hallod? Az volt itt a nagy gebasz. Tudja, hogy egyszerűen sik hülye voltam. Az volt a gebasz. Nem az volt a baj, hogy... De az is durva volt, hogy már meg nem volt piros.
Azért nem piros, rájöttem, azért nem piros. Mert nem az a blokk fog leesni, hanem letöri a többit. És igazából nem azzal a blokkal van baj, hogy odarakod, hanem szakítja a többit le a másik oldalt. Most megpróbáljuk innen indulva. Hát itt ugye folyamatosan itt tudom merevíteni. Ezelőtt bazza a legvégét kezdte vele betömni. Hát ha megint lemegyünk, gyerekek. Ugye itt raktam ki, itt meg volt egy rohadt nagy luk. Hát ott meg szerencsétlen hogyan bírta volna akkor a gyűrőrés, nem? Mi megnézzük, hogy ez így meg... Egész végig egyébként olyan érzésem van, hogy meg fogok dögleni, hogy le fog szakadni az egész. Komolyan. Itt a semmi fölött állok, hallod? Na, jaj. Komolyan ide... Rendes, ilyen frusztrációm van, hogy itt meg fog... Jó, hát rakom, szarok rá, valami csak lesz, nem? Egyszer élünk. Aki nem mer, az nem nyer. Megint nem fog folyni a cobblestone-on, megint mehetek érte majd. Kövem sincs, úgyhogy megint akkor megyünk csalkányolni. Amúgy nem olyan kicsi elmez. Próbálom itt biztatni magam, mi? Mennyire para nézni, hogy itt állunk a semmi közepén. Jó, akkor ez a ennyi blokk mennyiség, ez tökéletes. Viszont arra gondoltam, hogy mindenképpen lesz még itt két oldalt. Úgyhogy most megint imádkozás van, mert megint terhelést fog kapni az egész létesítményünk. De viszont most már legalább rálátok így. Ez most jó rakja? Jó rakja. Oké. Okay. És a két oldalt is. Ugye szélesítünk rajt. Oké. Okay. Nem bírom én ezt a gyűrődést, baza, amit vagy gyerekek. Én ezt nem bírom, baza, nem bírom. Rendesen izé van. Brutál frusztrációm. Na jó van, ez hogyha nem szakad le, amíg végigérek, akkor egyszer már jók vagyunk. Jó. Jaj, menjünk innen! A hülye gyerek, bazze, hallod, ez hogy néz ki itt? Nagy plató, bazze. És meg tök nagy bázis lesz. Most nézd már meg, a ízése volt nagyobb. Mi az? Itt meg ugye le fogom törni így a sarkokat, csak először még ugye ki kell menni itt is, meg ott is. Mind a négy irányba ki kell menni, viszont ebbe az irányba, ezt hagyjuk utoljára, ide egy zombivárot kell. Egy nagyon érdekes zombivárot, ha itt följönnek, akkor menjenek alarra. Egy póznán. Mi ott fogunk állni a végén, egy darab izé mögött, mármint egy olyan, hogy ne úgy tudjanak megütni. Följönnek, jön a póznán, leesik. Az lesz a lényeg, itt két oldalt lesznek, tudunk már csinálni olyan robotokat, amik így löködnek. A póznáról lelöködik őket, oda le, leesnek, és mennek meg egy karikát, megint jönnek föl. Értitek, ez lesz itt ez a koncepció, erre gondolt a Keeper, csak az a baj, hogy szétfosom magam itt, hallod? Szóval komolyan mondom, olyan szinten fosok, hogy ezt így nem tudom elmondani. Most ezt kicsit bátrabban kellene itt a blokk szélére menni, mert nincsen egy olyan opció, hogy csak itt tudom én valamelyikből, várj, meg kellene nézni, hogy kontrollal lassabban megyek el. A kontrollal lassabban megyek, úgyhogy azt kell alkalmazni. Aha, jó, kontrollal jól tudom csinálni ezt. Na, valamit oda rakjál, bazzer. Rakd már oda, bazzer, hát ezt a szaros izéjét, hát... Ú, de idegesítő. Itt még nincsen ki, meg az alja sem. Aljas 8-as! Oké, majd oda át kell mennünk. Viszont kontrollal el kéne még menni előre. Úgy.
Hát megyünk oda, valán kell rakni még egy ilyet. Fú, bazd meg, hát ha nem halok meg itt 100-szor, amíg ezt megépül, addig akkor egyszer se gyerekek. Jó, oké, upgrade-eljünk a rohadt életbe. Figyeljetek, egyik oldal nem szakadt le, akkor nem fog leszakadni a másik se. Bár aztán ilyen, tényleg lehet ilyen láncreakció, hogy elindít, elindul, aztán leszakad minden is. Hát megyünk a másik oldalra upgrade-elni. És ezeket az állványzatokat, ezt ki kell, le kell bontanom. Egyébként ezek, én csinálnék egy ilyen védelmi állványzatot, amire ráhuppanok, akkor ugye nem halnék meg, de már nem akarom azzal húzni még az időtöket, ne haragudjatok egyébként, amúgy, hogy ilyen brutálisan sokáig tartanak ezek a dolgok. Na, akkor ki kéne számolni, ugye hány blokk a szélétől? A szélétől, a széle az ez, tehát akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Tehát 7 kocka blokknyi a szélétől kell. 1, 2, 3, 4, 5. És akkor még 2 kocka blokk kellene. Egy. Egy. Nem látunk animáleket, azt mondja. Az egy kicsit nagyobbat nyomsz, aztán már ide is esti, hallod. Oké. És akkor jön most kettő ilyen, és akkor meg is vagyunk, ugye? Hallod, itt állok innen a végén? Fel vagyok fosva. Végig kriálláson tudom, de bazza, ez akkora para ez a szituáció. Meg attól félek, hogy ott maga a torony nem fogja bírni ezt a hatalmas nyomást. És összedől az egész. Az úgy meg elég epik lesz. Ez úgy vicces lesz, nem? Gondolom így. Lehet, hogy páran így várják, hogy mindjárt burul az egész szar. De mondjuk egyébként benne van a pakliba, de megmondom őszintén, az se idegesítene. Hát láttátok, az előbb leborult. Ezt mit csináltam? Leporoltam magam. Ez futotta vissza, vidd az őrüttek, ne viccelj. Na, elvileg jó, ugye? Elvileg. Ettől a szélétől kell nézni, ugye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igen. Ugye ettől a szélétől kell nézni. 1, 2, 3, 4, 7, 8, jó. Na, és akkor megint azt csináljuk, hogy okosba csináljuk, tehát itt kezdjük el belőle, mert ez úgy nézett ki, hogy ez működik. És ugye megint megszélesítjük ezt is. És akkor ide csinálok egy ilyen összekötőt. Hát azt nem tudom, remélem, hogy az nem fog így egymásra terhelődni ez a kettő projekt, de majd mindjárt meglátjuk. Igazából innen állnék, akkor lenne esélyem túlélni, de hát annyira ultri, hogy mikor fog ez leszakadni, hogy az ő hihetetlen. Ja, akarok ilyen vagy üveg korlátot, vagy valamilyen korlátot körbe, ami tök jól néz ki. Úgyhogy ilyen. Ja, ma helyenságosan vagyunk, mi srácok? Megoldott a keeper, hogy nem kell se kaja, se semmi. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy néz ki ez most távolról. Hát ez nagyon brutális lesz szerintem. Zombi horda váró az azon a részen lesz. Ja, ez tök jó. Itt egy kis összekötés majd lesz, de ugye meg itt ezt szélesítjük is. Szóval no problém. Itt egyébként már tök jól lehet építkezni, csak ha így rá eszembe jut, hogy konkrétan 80 méter mélység van alattam, és én úgy mászkálok ennek a tetején, akkor azért így elkap a izé, a sportszelet az karcolja itt a izé cobblestone blokkokat. Egyébként tuti, hogy azért szakadt le ott, mert én hülye a legvégét építettem is. Ilyen izé volt, hogy hatalmas feszültség volt. Cobblestone blokkokat fogott a semmi. Na gyerekek, ez így akkor a kajakra jó. Akkor ugye megint megcsináljuk azt, hogy ezt így össze kéne kötnünk. Vagyis ki kéne szélesítenem. Csak ugye azt kéne csinálni, hogy megint így felupgrade-elni. Várjátok, mikor szakad le mi? Én is egyébként úgy be vagyok fosva, hogy el nem tudjátok képzelni. És egész végig tudom, erről szól ez a gameplay, de bocs, ezt érted, tényleg ez annyira nem játszom meg, vagy nem tudom, hogy
Én gondolom, nem, aki ismeri, nem is feltételezi rólam, hogy megjátszom. Meg hát, valós a veszély. Mi ja, egyszer már leszokadtunk a rákba. Mekkor? Nem lesz kicsi, hallod? Hát ez itt egy élhető bázis lesz, hallod? Tényleg, nem? Belegondolsz. Hű, bazza, nem kell futkoznom azért, itt lehet. Jó, ez akkor szuper, a másik oldalát is fel kell upgrade-elnünk akkor már. Aztán akkor mehetünk tovább a másik oldalon. Hát ez maga a torony, az bírja. És látjátok, nem mindegy, hogy miből csinálod. Ez a fablok igazatok volt, hogy ez egy ilyen nagyon kak. Na, nem sok értelme van azzal foglalkozni, hogy én abból építek valamit, és akkor azzal próbálom így megnézni, hogy mennyire lesz stabil. Hát ez hiába. Viszont cobblestone-ból nagyon nincs lehetőségem csinálni. Minek nevezik ezt? Ezt jó rakta, ugye? Ilyenkor mindig lenne az olyan modellt csinálni, úgyhogy ez az sajnos ez ilyen. Ez, ja, ilyen izét ide meg rakok egy összekötést, hogy az el lehessen jobban menni. Bár aztán annak se sok értelme, nem is kell. Nem is, lehet, hogy nem csinálok, mert ma félek, az a baj, hogy ezelőtt, amikor csináltuk ebből a blogból, ebből a, tudjátok ott azt a tesztet, akkor amikor így elkezdtem összekötni, akkor az szakadt le. Mert akkor lehet, hogy ugye még egy plusz terhelést kap mind a kettő. Hiába az van, hogy ide is kapcsolódik, mert igazából nem ide kapcsolódik, hanem ugye úgy kapcsolódik, hogy ahhoz meg ahhoz, és akkor folyamatosan kapják a terhelést. Úgyhogy ez lehet, hogy azt nem kéne. Várj, hol vagyok egyáltalán? Merre van a izé? Itt van a trader. Szinte alattunk. Hallod, így jövök ki? Így jövök ki, hogy nehogy leszokadjak meg, ne dögöljé. Oké. Okay. Akkor, hol a trader? Arra van a trader. Erre lesz a horda zombi váró, zombi horda váró, váró horda zombi. Erre meg még akkor építkezni fogunk most. Úgyhogy itt van, sunyulunk egy kicsit, és nem látunk animal trackeket, azt mondja a karakterem. Hát, nem is hittem volna, hogy itt lesz esély, hogy látok animal trackeket. Jó. Ezt megint be kell forgatnom, ugye? Úgy meg is történt az esemény. Magam alá mondjuk, nem tudom, hogy fogom berakni. Szerintem úgy, hogy a másik oldalról. Ja, a nagy kérdés még a hordaváró. Hogy az működni fog-e? De mindenképp azt fogom csinálni, hogy majd egy kozol zombit fölcsalok, aztán megnézzük, mennyi az egész gyerekek. Nem lesz egy nagy kunst. Na, oké. Okay. Akkor innen, ugye, innen rá is látok igazából. Egy... Kettő, vagy egy, ugye ide rárakom, kettő, három, négy, öt. Öt darab kell, ugye onnan, egy darab. Még kell. Jól számoltam, ugye? Tényleg nem akarom, hogy elcsesszer ezt az egészet. Egy, kettő, három, négy, jó, basz. Jó, majd rámérünk, rakosgassuk egy darabig. De nem vesz bazd neked. Az a gond, hogy már meg vannak szélesítve, azok is így befolyásolják, tudod. Igazából innen kell 8, ugye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kell sima innen. Tehát akkor innen kell... 7 sima. 1, 2, 3, 4. És akkor... Jaj! 3 darab... Bazzel, komolyan mondom! Rendes ilyen mini szívrohamom van, tudjátok, amikor így... Így a szíved így meg, így majdnem megáll, bazd meg. Tehát kellett nekem ilyen hülyeséget csinálni, öcsém, Skybase. Hallod, föl 80 méter magasan, bazze. Pokoli torony, dik. Akkor 3-at, ugye? 2. Ne mondjatok semmit. Jó, most már legalább leesünk, akkor nem esünk rá a zombik fejére. Annyi előnye lesz.
Ott viszont van egy blokk, amelyik nincs felupgrade-elve, látjátok? Ott a sarkon, és az lehet, hogy ott. Az lehet, hogy remi jó dolog. Úgyhogy ide levágtat a keeper. Ott. Hogy fosasd össze magad 7 days to die-ba, a zombi nélkül, bazza. De arról szól ez a gameplay is. Game player. Na, akkor ugye ez 7, 1, 2, 3, 4, az a baj, nem látom át, meg nem nagyon szeretek mondani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és akkor most jöhet a háromszögre. Na, mert ti... Igen, bazd meg, ide még nem raktam a hátadikat. Az a kihagyott blokk az lehet, hogy meggyengítette volna annyira, hogy szépen az zuhant volna az egész. Ilyenekre nem álltam a figyelni, hogy ne dögöljünk meg ilyen hülyeségek miatt. Jó, akkor benyeltük a második halálunkat építkezés közben. Mondjuk ez... Ez körülbelül olyan, mint a... Nem is tudom mi volt, melyik híd volt, a Golden Gate hídnál. Nem is tudom hányan meghaltak. Meg igazából az ilyen New York-i felhőkarcolók, nem, mert ilyen papírforma körülbelül, vagy így meghalsz ilyen, ilyen szituációval, amikor így, ilyen helyen mászkálsz. Körülbelül úgy érzem magam szerintem, mint a úgy, de folyamatos miniszibromaim vannak, amikor így így majdnem mellé lépek a dolgoknak. Egyébként kurva jól nézhet ki alulra, most bocs, hogy ezt mondom, de kurva jól nézhet ki alulra az egész. És nem kicsi, sőt nézd már, nagyobb ez, mint a izém. Nagyobb a ez, mint a... Nagyobb, mint a piramisnak a belső. Hogyha magát az alapterületet nézed simán, tutira, nem? Lazán, lazán gyerekek, lazán nagyobb. Mindig várom, hogy elkezdenek így mozgolódni, tudjátok a blokkok, aztán így elkezdek lefele zuhanni, mint az őrült. Tényleg olyan érzésem, hogy na, most fogunk lezuhanni, most fogunk lezuhanni. Azért mindig ilyen távolról rakom a blokkokat, hogy mint hogyha bármit számítod a... Meg kéne nézni majd alulról, kíváncsi vagyok nagyon. Meg ugye vissza kell bontani a dolgokat, amik ott maradtak. Vagy mondjuk azokat le lehetne lőni. Ugye bad image-eled, aztán leszakadnak. Ezt is megszélesítjük meg két oldalra, ugye elvileg akkor ez is megvan, az is megvan. Ezt is megszélesítése lesz. Megszélesítettségetekre. Most tudom, miért beszélek már. Ez fosok mind az állat. Nem tudom, miért kellett ez nekem, de most már nem adom fel. Na, meg kéne csinálni. Attól félek, hogy egyszer majd rakok egy blokkot, így. És akkor az egész mindenség így összeomlik. Tényleg komolyan ettől. Annyira fosok. És ezt így nem fogom összekötni. Én attól nagyon tartok, hogy az így leszakadna. Mert tényleg ugye akkor így egymásra vannak utalva, te nem ehhez kötött ki, nem az oszlophoz, hanem egymás, ezekhez. Úgyhogy emiatt van, lehet probléma ezzel. Majd amikor a legutoljára megépítem, lerakom az utolsó ládát, vagy valami forge-ot, akkor fog leszakadni. Amúgy, ahogy ismerem magam, biztos az lesz. Jó, ez is megvan akkor. És akkor még ezen az oldalon is ki kellene ezt építeni. Mondjuk ezen az oldalon... De... Elnézést. Ezen az oldalon is kiépítjük ezt a részt. És már csak a zombi váró van, és az a baj, a zombi váró azért ez necces lesz. A horda váró. Mivel ott nem egy tömör struktúrát tudok létrehozni, nem egy tömör platformot, hanem ugye kellene... Kell, hogy lyuk legyen közte. Úgyhogy nem tudom azt, hogy fog megvalósulni. És nehogy az legyen, hogy azt fogja beindítani az egész folyamatot,
És amiatt fog az egész leszakadni, mert ott egy gyengébb rendszer lesz. Mert és akkor mondjátok, hogy ez nem praggó. Egyébként ez nagyon tetszik. Az a baj, hogy még korlátod végig rakom, az lehet, hogy túl fogja nagyon terhelni, nem? Na, gyerekek, nem baj. Küzdjünk, mind a Pilátus macskája. Ja. Ezzel kapcsolatban, ez amit most építünk, ez egy nagyon érdekes lesz. Ez egy olyan fura konstrukció lesz. Úgyhogy itt egy kicsit újra kell gondolnunk a dolgokat. Egyelőre építkezünk. Mindenképp ugye a keret szerkezet az ugyanaz lesz. Tehát ugyanúgy ki fog jönni ugyanannyi blokkra. Csak egy kicsit más lesz majd a végeredmény. A közepe. Ugye ide nem is nagyon fogunk jönni, hanem ez csak tényleg a zombi hordakor fog ez működni. Rennyelővel egyébként csinálhatnék egy zombi várót valahol lenn, vagy horda várót. Gyerekek, milyen messze volt tőlük az a luk. És konkrétan már majdnem ott vagyok be az is. Hát jó, nem annyira, de már belelátom ezt is ide. Nem látok állatokat, tudom, nem is azért googolok le, bocsánatot kérnek. De jó lenne rácélozni. Na van! Nem merek jobban kijönni. Jó. Most így leszakítottam volna, mert így ugrált, mi? Ezt be kell megint forgatni. Nyi. Egyébként ezt lehetne, hogy ugye blokk is, mármint nem, szerintem sok értelme nincsen, hogy ilyen shrék blokkot, ilyen rampot rakok fordítva. Csak jobban néz ki, amiatt rakom így. Mert szerintem pont ugyanannyi tartása van egy kocka alakú blokknak, mint egy ilyennek. Ez lesz a legveszélyesebb, lehet, hogy le fog szakadni. Most hát szalálkom, olyan mondom, gyerekek. Ez elég nagy esélyes, hogy ez le fog szakadni. Viszont akkor ugye innen kellene 7 blokkot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 blokk, és akkor utána még egy. Ugye ez valahogy úgy fog megvalósulni. Mert igazából, baszol, de nem raktam olyat. Nincsen tartás, így. Egy, kettő, három. És ott meg ugye volt 4 elvileg, és akkor az pont 7. Egy, kettő, három, 4. Mi az pont 7? Tehát akkor még egy. Baszódjál meg, bazze, de fosok. Ez mindenféle túlzás nélkül, de úgy fosok. De még kellett egy, ugye? Ugye kellett. És ide kell akkor még ramp. Ó, de mit nem adnék a kihajolásért, gyerekek? Ha valaki megírja, hogy volt kihajolás, vagy volt valami módszer erre, hogy tudsz így építkezni, amikor végzek, akkor megőrülök, hogy pont akkor fogtok majd segíteni. Oké, gyerekek, jó, hogy menjünk innen a patchbe. Jó, akkor. Ez itt most teljesen újra kell gondolnunk, vagy át kell gondolnunk. Ugye itt fognak följönni. Szóval ez konkrétan egy izé lesz. Egy alagút lesz nekik. Viszont szükségeltetik olyan, ahova kirakom majd a tureteket. Viszont ugye ezt még ki fogjuk oldalra bővíteni, és lehet, hogy azt meg is fogom most csinálni, hogy jobban átlássam. Reméljük, hogy ez nem fog így önmagába leszakadni. Ha leszakad, ott rohadt jobb meg. Komolyan mondom, gyerekek, úgyhogy tud érdekelni, de nem fogom felidegesíteni magam rajta. Mert igazából akkor, hogyha tudtam volna, hogy fel fogom idegesíteni magam rajta, hogy leszakad, akkor neki se állok egy ilyennek. Egy ilyen bonyolult struktúrának. Na, oké. És itt középen mindenképp csak egy pólnak szabad helynek lennie. Viszont a legvégén
Nekünk szükségünk van egy olyan helyre, ahol gyakorlatilag tudunk túlélni. Szóval ott súly lesz. És ez nem biztos, hogy baráti dolog. Ez nem biztos, hogy ez a hordaváró ez annyira nagy ötlet. Ja, meg ugye madarak ellen is védve kell, hogy legyek. Na, jó, oké. Horda váróba az itt. Ne hülye gyerek, basszus. Mit nem kitalálsz te is? Azért megnézném ezt alulról. Hogy mit működtünk. Na hát most figyeljetek. Muszáj. Muszáj innen kezdenünk. És az az igazság, hogy azt kell csinálnom, hogy kellene csinálni polt. Úgyhogy ezt a létrából a létre talán most nem kell. Ezzel külön van póle, ugye? Póli. Nem pólnak nevezik? Vagy hogy nevezik? Ilyen-e? Ilyen valami? Rud? Rud az ilyen. Pillár, ilyen, pont ilyen kell egyébként, pont ilyen. Mert ezen elvileg, ezen még meg lehet állni. És ugye a zombi is meg fog próbálkozni azzal, hogy azon megáll. Ugye? Megpróbál átjönni. Hát lehet, hogy ez egy kicsit vékony, most nem gondolkozok, azért ez egy elég epik vékony. Nem muszáj ilyen rohadt vékonynak lennie, igazából annyi a lényeg, hogy milyen szúl vékony szerintem. Annyi a lényeg, hogy ugye úgyis le fogja lökni a... Nem tudod micsoda, úgyhogy ez egy kicsit Na, van itt ilyen. Ez lehet, hogy jobb ez a null. Ez jó. Ez bőven jó gyerekek, ez jó. Oké. Okay. Oké. Okay. És itt kell lennie a töreteknek, akkor odáig el fog ütni, ugye? Az ahhoz, hogy el fog ütni. Az jó. De nekem ugye kell egy akkora hely. Amely körülbelül tudok létezni. Az minimum egy 3 blokknyi kellene ide. Hát most rohadt nagy imádkozási van gyerekek, hogy nehogy leszakadjunk. Mert ez most, hú, ez most több, mint durva. Talán ez a póle is fog itt valamit. Oké. Okay. Lehet, hogy szakadás lesz. Jó, és egyelőre nem fogom ezt erőltetni. Pont elfogyott a izé. Várj. Ja, ide kellene építkeznünk még. Na, menjél már, még egyet csinálj meg, jó? Jó, elengedem gyerekek egyelőre, nem bírom tovább, nem bírom idegileg, komolyan. Ugye kell ide annyi, hogy kell ide egy ilyen rácsokból, vagy valamiből ugye egy ilyen falszerű, ami ugye így betereli őket ide, úgyhogy csak ezen az oszlopon tudjanak végigmenni. Legyünk bátrak? Igen, ide hozzám. Én meg ugye itt fogok állni egy ilyen elkerített, bezárt részen, ahova nem tudom, hogy tudok bejutni, tök mindegy, igazából bármi, egy létrával, ugye, vagy a bárhogy, azt megoldom, ugye csak zombinapokon fogom használni. És akkor ide jönnek, két oldalt ugye ezek a turátek, négyet tudok csinálni, azt hiszem meg talán tudunk alkotóelemet még szerezni hozzá, még van egy teljes napunk, de addig itt meg kéne csinálni ezt a berendezést, mert igazából nekem ez nagyon nem tetszik, hogy ez így szét van csezve.
Valami kerítés, valami fancyt kellene csinálni. Szét vagyok izgulva, gyerekek. Komolyan mondom, mindenféle túlzás nélkül, gyerekek, szét vagyok izgulva. Nagyon, nagyon durván, nem is tudom, hogy ez hülye vagyok nagyon, hogy ezt így csinálom. Valami kerítésszerű kellene nekem, nem tudom, hogy hol találok be ezzel. Isten tudja, mi jól a kerítés. Ó, itt vannak a kerítések. Ja, itt vannak ezek a bárok, ó, az jó. Na, ilyen bárból egyébként, ez, az a baj, hogy ez is blokknak számít, ugye, és ez nem biztos, hogy baráti bárja. Van ilyen autóforgatás, aha. Hát, gyerekek, meg kell próbálnunk, bazd meg. Te hallod végül is, de jó, hogy nem úgy rak. Hát, hülye vagy, figyelj, nem is úgy rakja. Ez nagyon kedves. Ugye ez blokknak számít, egyébként ezt hagyhatnám sima fára is, sőt, fára fogom hagyni, hogy nehogy meg, nem tudom, az számít, talán, hogy nem olyan nehéz. Ugye? Annyi, hogy odáig nem fogok tudni kipakolni majd a legszélén, de úgyis azt akarom, hogy mindenképpen el tudjak ott menni. Hát most imádkozásban még mindig gyerekek ezerre. Meg ugye ilyen helyre is ugye kell majd rakni, ja, aztán oda nem kell raknom, így jó. Meg van minden négy sarkon. Hát ide igazából még ezt úgyis ki fogom találni. Úgyhogy oda nem rakok. Akkor nézzük még ezeket a bárokat. Ja, van mentve már, nem is gondoltam. Emiatt szokott le, akkor nagyon nagy zoomink lesz. Ugye annyi, hogy a legszélére így nem fogok tudni pakolni, de tényleg abszolút nem érdekel, mert nem is akarok. Azt akarom, hogy körbe tudjam járni a legszélét, meg a legszélére nem is nagyon mernék, nehogy az legyen, hogy pont amiatt szakad le, ugye, hogy... Jó, hát ezt meg fogjuk hagyni, fel fogom upgrade-elni, hogy ne ez a nagyon kaki izé legyen, hanem simon fával felupgrade-eljük, jó? Szerintem az egy babás lesz, oké? Okay. És akkor kimerek menni a szélére, mert úgy fosok. Elhiszitek? Nem érem, elhiszitek. Meg hát szerintem ti is érzitek ezt a traumát, hogy mit görcsölök ér itt fönt. Jó, most nem szokott le, ugye? Akkor jó. Akkor most kimegyünk a legszélére. Körülnézzünk, ne? Ugrás ne, hogy nyomjunk. Na gyerekek! Micsoda hatalmas bázis, mi? Hoppá! Simán van akkora, mint a piramis, ugye? Ki tudunk menni a legvégére. Nézd, itt vagyok a semmi közepén. Na jó. Fára, jó? Tovább nem. Esetleg majd akkor, hogyha betonra tudom ezeket a platformokat. Elnézést. Egyébként lehet festeni a játékba, úgyhogy le tudnám festeni itt a pirosra azt a kerítést. Rózsaszínre. Bocsi. Jó, hát volt egy leszakadásunk, még mindig egyébként félek a leszakadástól. Az a baj, hogyha szerintem ez elkezd szakadni, akkor itt is, mivel össze van ködve, itt ezek is lefognának szakadni. Úgyhogy izgalmas, izgalmas dolgoknak fogunk elé nézni. Ja, meg egy zombit nem ártanak fölcsalnom, hogy mégis mi fog történni. Oké. Okay. Ki kell találnunk azt is, hogy hogy fogjuk berendezni ezt az egészet. Mindenképpen lassan kellene majd kaját készítenem. Jó, hát igazából egyszer meghaltunk, de már régen túl vagyunk a traumán. A Skybase. És itt nem zaklatnak a zombik, az nagyon cool benne. Ugye azért, mert nem érzékelnek. Úgyhogy hiába is akármilyen zombi horda van alattunk. Normál napon, akkor sem fog ide jönni senki. Na, szupi gyerekek. Na. Ja, hogyan kellene ezt elrendezni, azon gondolkoztam. Még egyébként tök nagy lett. Kellene egy ilyen kraftos rész, vagy pedig lehet, hogy raktár. Meg hát a konyhát azt mindig külön szoktam rakni. Úgyhogy... Már kellene csinálnunk ládákat.
Nem tudom mennyi fán van, mert az is... Mi a pecsám? Mindig elfelejtem, hogy ez chest, vagy láda, vagy mi a pöcsöm. Hú, te ezt utálom egyébként, hogy azt nem tudom sose, hogy ez mi. Secure box, vagy... Ó, soha nem tudom, hogy mi ez, bazzik, komolyan mondom, ezt úgy utálom. Itt van, storage crate, bazzik, hogy rohanj meg. Ebből kellene csinálnom egy... Szerintem egy 10 darab biztos kellene, aztán akkor majd szépen pakolgassuk. Ahogy kell, ugye, okosba. Akkor, figyeljetek! Kellene egy... Ja. Nagyon gondolkozok ám. Ennyi volt? Egyet csináltam? Pedig még akartam volna. Akkor legyen még egy 10 darab, aztán jó világ, nem? Ja, ezt mondtátok, hogy ha felupgrade-elem egyébként, akkor nagyobb az, köszi a tippet. Ja. Ládák. Tök jó, mert így ki tudok jönni mellé, ezt körül tudok nézni. Jaj, ez kár volt körülnézni. Fosatás van itt a gyerekek keményen. Oké. Okay. Igazából... Ez itt tök jó. De nem igazán teljesen jó. Nem vagyok vele megélegedve, de ezt a ládákat meg nem tudom visszaszedni. Úgyhogy jól megcsináltam. Jó, semmi gond. El kellene menni cuccokért, gyerekek. Úgyhogy mindenképp ki kéne szedni dolgokat. El kéne kezdeni mindent, hogy kő. Ugye, ahogy szoktuk. Nagy betűvel kő. Close. Viszont tűnjön már el innen ez valami. Kő. Valaki írta, hogy nagyon bonyolítom ezt. De én szeretem, hogyha külön van. Most. Szerves. Szelvetlen. Ez ugye szelvetlen craft akar lenni. Úgyhogy lehet, hogy arra is jönöm, mert el fogom felejteni. Oké, okay. Mi van? Ne így! Oda akarok egy szókősz, vagy egy ilyet. Kő, vas. Jó, hát kezdjünk el kipakolni azt, akkor majd alakul. Ja, meg kell egy fa. Ugye az fa. Hol a fa főleg? Fa. Fa. Ez egy fa. Ez egy fa. Ez egy fa. Ez kár volt elkezdeni. Jó, van egy főzőerejünk. Nem tudom honnan egyébként. Mi fecsövek történtek itt. Jó, vasocska, nincsen vasocska, de ezeket meg kéne innom, ennem, meg ilyesmik, meg azt hiszem a biciklimben még mindig benrapul minden szemetláda. Jó, kő, kő, ez is kőnek számít nálam. Oké, okay. Szerves craft, ugye ez annak számít nálam. Ez is annak számít. Szervetlen craft, a szervetlen craftba... Hát tudod, megy a javítókészlet is szerintem. Meg igazából most mindent ki kéne szavornom, úgyhogy... ami nem megy sehova, az meg... Vajon kellene olyan, hogy armor. Armor. És sőt, ezt itt kiveszem... Kiveszem innen, mert nem szervetlen craftba mennek a dolgok, hanem lesz egy olyan, hogy weapon, ugye? Ez mindenképp. Vépen. És a vépenbe, ezt belerakjuk. Ugye? Mindenképpen. Ezeket meg egybe kéne húzni amúgy, mert most már valószínűleg nagyon nem építek. Oké, okay, és akkor kellene olyan, hogy tools,
Mindenképp lesz, hogy túlsz. Túlsz. És akkor oda is tudok rakni túlszokat, ugye. Nem tudom, én szeretem, hogy a külön van, és akkor így egyből tudom, hogy mi merre van. Például az armorban már is ez a sapi, mehet, látod? Modok. Kellene nekem egy alkatrészek. És ezek ilyen szó szerint alkatrészek, tudjátok, amik konkrétan van egy ilyen kategóri. Jók vagyunk, ugye? Jók vagyunk. A külön a konyhát majd meg kell csinálni. De a konyha egy kicsit most kicsit más jellegű lesz. Egyébként erre egy tetőt így húznék, egy ilyen féltetőt, azt szerintem tök jó lenne. Így leesik a hülye. Egy ilyen tipikus, nem tudom, valamilyen féltetőt. Ilyen, van ilyen bárdok tető, tudjátok, vagy valami csoda. Az előbb láttam egyébként olyan blockokat. Nem is tudom, hol aztán basicbe, vagy nem a basicbe volt, hogy hol volt. Talán itt volt. Aha, itt volt. Vagy ilyet, ilyesmit. Vagy ilyen pólokat, meg ilyeneket sorokra. És akkor Isten tudja, hogy lehet ezt ide felrakni. Hát egész csufú néz ki mi. És akkor lehetne rá egy ilyen féltetőt. Bár nem tudom, hogy mi értelme van. De mégis olyan faszán néz neki. Végül is, várjál már, sarki pól. Pól pillár. Centered. Ha? Tudod ide rakni, és tudod utána ide is rakni. Ez tök jó lenne, gyerekek. Ez lehet, hogy hülyeség is be fog omlani ettől. Hú, de fazek, de fosok. Hű, azért jóra vettem erre. Ja, nincsen fám, ja, az összes izét fát felhasználtam. Hogy az anyámban? Ja, mert kiraktam a fát, de hülye vagy, hallod. Jó van, figyeljetek, szerintem nem ezzel kellene foglalkozni, mert át kéne ordani dolgokat. Meg kell csinálnom a konyhát, minden szart meg kell csinálnom, úgyhogy ezekkel hagyjuk már. Viszont tényleg én akarnék egy ilyen kis féltetőt, bár ez az éjszakai style is tök jó. Külön fákjákat meg ilyeneket majd rakunk mindenképpen. Na, kraftoljuk, vagy azért pakoljunk ki már. Nézzük meg, hogy mi az, ami nem kell. Egyelőre valószínű, hogy várjátok, a konyhát is valahogy így kellene megcsinálnom. De ugye ez nem kell ilyen hatalmas. Ja nem jó, várja, a konyha az úgy lesz, hogy lesz konyha és lesz külön kraftolós rész. Úgyhogy ezt mindenképpen valahogy úgy fogjuk megoldani. Mert nem akarok külön. Ugye mondjuk itt lesz a konyha. Négy darab boxsal. Ugye és annak nem kell. Annak nem kell, mert itt el fogom érni. És akkor itt lesz a konyha, rá lesz írva alapanyag, víz, utána itt meg lesz a... Hú, de egy várjatok, elfelejtettem valamit. Ja, de oda meg tudom csinálni. Kertet akarok mindenképp, ide akarok egy kertet. Úgyhogy az jó lesz. Akarok kertet, nem akarok lekertészkedni, tök jó, hogyha mindent elérek. És ugye, mit tudom, vízes akármicsodák, meg egy csomó ilyen növény, vagy valami, amennyit tudok. Jó. Akkor itt lesz ezen az oldalon a konyha. Bár ez pont jó lesz neki, ide meg mondjuk betonkeverő, ilyen hülyeségek. Ja, és akkor már ezeket így föl kellene címkéznem, mondjuk, hogy kaja alapanyag. Gloz. Ja, itt van ez a szar idő. Kész kaja. Oké. Okay. Kész pia. Oké. Okay. És akkor kell egy olyan, hogy pia alapanyag. Oké. Okay. Tökéletes gyerekek. De lehet, hogy még fogok rakni majd egy második sort, azt meglátom. Oké. Okay. Igen, akkor ki kéne mondjuk ezekbe fokolni. Kaja alapanyagba az ide is, ezt is lerakom. Ezt mondjuk pia alapanyag, kaja alapanyag, ez pia alapanyag. Megyük meg a kész kajákat? Megyük is meg, azt akkor nem lesz rá gond. Ezt elmegyünk haza, fordulunk egyet mindenképpen, biciklit is ki kell pakolni, nem tudom, biciklibe biztos van valami. Kaja alapanyag, vagy pia alapanyag, meg a kész pia.
Szerintem nem leszünk szomjasak. A méz az készpiának számít csón. Nem, egyébként egészségügy. Kell majd egy egészségügyi cucli-mucli is. De viszont egyelőre itt vagyok. Mindent is ugye a túszba, például már mehet ez is be. Meg mondjuk, hogy mindre berakom ezt a maradék ládát, oké? Okay? Aztán akkor ez így jó. Jó, zombivárót, hordavárót majd meg kell csinálnom. Ja, meg le kell szednem a... Ezek csukjátok be szemeteket, mert megdöglünk. Meg kell csinálnom majd a... Mit akartam megcsinálni? Ja, leszedni a fölösleges alkotóelemeket a falakról, mert azok ott maradtak. De azt meg tudom éjjel is, vagy bármikor. Ügyecsém, azért... Szemed kiesik, öcsém, úgy megyünk. Hallod, milyen magas ez a szar, mi? Itt a zombik remélem, hogy föl tudnak bóklászni. Csak ugye annyi, hogy azt nézzétek, hogy a talulról el fognak tűnni azok a kacatok. Brutál egyébként. Nem tudom elmondani, hogy mennyire durva ez az egész kacaci, hacacáré. Na nézzük a beceklibe, hogy vannak-e dolgok. A pénz van csak, jó. Azt meg gyorsan akkor be is dobom a Bobhoz. Ja, le kell szedni azokat ne nézzétek, tudjátok, csúnya az, tudom. Ott az csúnya, hol van? Fú, bore! Gyerekek! És nem azért mondom, de az epic, tényleg azok ugye eltűnnek onnan, azok nem fognak látszani négy irányba, ilyen, van ilyen, fú, olyan, mint egy virág. Egy halálos virág. Na. Inventory-t akarok eladom neked a... Nem hoztam be? Nagyon ügyes vagyok, komolyan mondom. Nem vettem ki azt a rohadt biciklivel, azt a rohadt pénzt. Jó, amit tudunk, azt majd hozunk ám, mint az őrület. Szervasz! Nyugodjál meg! Hát te megnyugszol. Marha jó. És a szimmetria sajnos nem fog érvényesülni. Majdnem valami nagyon torony iránt kéne mennünk, nem? Quick waypoint, aztán olyan torony iránt, ahogy bírunk, hallod? Egyébként nincs olyan messze, úgyhogy lehet, hogy kettőt is tudnék fordulni. Oda nézd, tesó. Úgy mennek a felhők, mi? Kell egy izét is csinálni, egy ablakot. Vagy egy ajtót. Ajtót alulra. Vagy azért ne, mit tudom, arra megy, egy zombi pont így be tud tévedni, tudod, hogy ilyesmi, azt akkor nem akarom. Ja, mindent igazából, tök mindegy, hogy itt mindent is hozunk, gyerekek, az a lényeg. Az a baj, hogy messziről nem látszik, ugye kiveszi. Az ilyen struktúrákat, amiket úgy építesz, azokat így kiveszi messziről. Tehát mit tudom, lot zónába kiesik, akkor ugye nem látszanak. De nem baj, annyi baj legyen, gyerekek. Ja, hát jó lett volna, hogyha autó vagy motor vagy bármink van, hát most nincsen, aztán ez van. Becekleznünk kell, mind az őrültek. De hát 2 kilométer nem annyira veszélyes, meg tényleg torony irányt megyünk. Mindent hordunk ide. És akkor azt fogjuk csinálni, hogy itt megfogunk. Figyeljetek, igazából a bázisépítés le lesz tudva. Hát még egy rész maximum, azt megcsináljuk a zombi horda részét. Vagy hordaváró részét. Azt onnantól konkrétan nem kell foglalkoznunk nagyon ezzel az egésszel. Na minek? Mit akarok foglalkozni vele? Meg lesz a farmomnak a helye, meg lesz a konyha, meg lesz külön a izé, hát ugyanott lesz ugye a kraftolós rész. És egy több fasza. Figyeljetek, én minden át nem szórakozok ám. Egyébként egy minimap nekem nagyon hiányzik ebből a játékban. Hogy mit tudom, hogy közelebben lássam, hogy mondjuk egy folyón megyek át, vagy hol megyek át. És nézzétek meg, mennyire kellemetlenül szar ez a kiégett, ugye ez a burnt forest. Mert ilyen mindig sötét, mindig olyan, meg az idegesít, hogy mindig ilyen parazene megy. És ez egy idő után így nyomaszt. Nem is az, hogy elkezdett félni, hanem nyomaszt. Nem is tudom, ki írta, hogy szintén ilyenben volt letelepedve. És egy idő után tök ilyen szar volt. Ja, lehet, hogy nigruska. Hogy mindig esett az eső, meg mindig sötét volt. És ez tök ilyen nyomasztó az egész ebbe. De egyébként egyet tudok vele érteni.
Figyeljetek, holnap 28. nap, én a zombi hordát megpróbálnék ott be, megpróbálnám ott megoldani. Kellene craftolnunk rohadtul mindenképpen, be kellene trackelnem magamnak ezt a, várja, ezt a robotot. Ezt kellene betrekkelnem magamnak. És ehhez igazából mindent meg kell szereznünk. Elvileg 4 darab ilyen robot alkatrészünk van, a többi meg igazából nem egy olyan nagy kunst. És akkor ugye 4 darab robot löködné le őket folyamatosan. Attól ez ettől félek, hogyha leesnek, akkor nem ez, nem az fog történni, hogy berage-elnek és elkezdik ütni a tornyot. Nagyon bízom benne, hogy följönnek. Hát ha följönnek, akkor konkrétan tényleg belekerülnek egy ilyen végtelen loopba, egy ilyen hurokba, ami azt fogja eredményezni, hogy folyamatosan fölfutnak, leesnek, fölfutnak, leesnek. És mivel az a lépcső, az egy ilyen böszme hosszú, és azért is volt jó, hogy 80 méternyit csináltam, mert nagyon sokáig tart nekik. Úgyhogy ez egy ilyen, az nem elég, hogy egy ilyen végtelen loop lesz nekik, de még ráadásul ezt nagyon-nagyon sokáig tart nekik megcsinálni. Ott mekkora fák vannak, dikaz? Jó, egy kávét azért jó lenne bedobnunk, mert olyan lassan tekerünk, meg hát lassan is tekerünk. Nincsen ilyen skill, hogy ilyen driving skill, vagy mit tudom, gyorsabban mész a biciklibe, meg ilyen hülyeségek. Simán kinézem ebből a játékba. Jaj, de jó, hogy végre nem izé, meg nem zaklatnak a zombik. Egész nap tudsz ott tevékenykedni, ha akarsz. Nem zaklatnak. Viszont azt kellene csinálnom egy medencét, és kéne csinálnom egy olyat, hogy megcsinálni, hogy hol tudok kiugrani, hogy a medencébe essek, és akkor konkrétan így instant lejutok. Mármint úgy, mit tudom, megyünk küldetésezni, vagy bármi, akkor ne az legyen, hogy egy óráig tart így legyalogolnunk. Meg igazából alul csinálhatnék alul nem létrát, hanem ládát, és akkor, hogyha küldetésezünk, az tök jó, mert konkrétan ugyanott van a bázisunk, ugyanott van a küldetésadó, ugye ott van a trader, oda kell visszavinni, meg igazából a városba küldetésezünk. Úgyhogy ennél jobban nem tudtuk volna szerintem megoldani, mert igazából akármit is lootolunk, vagy bármi, mindenképp a traderhez vissza fogunk menni, mivel ugye ott adjuk le a küldetést. De ha a traderhez visszamegyünk, akkor konkrétan a bázisunkhoz is megyünk, és ott így is tudok egyből pakolni. Annyi, hogy a lépcső az nagyon hosszú. Úgyhogy lehet, hogy kell alulra, mit tudom, egy-két ládát csinálunk, vagy valamit, vagy tényleg. Előbb-utóbb, ja, hát ezt sajnálom egyébként, ezt a jó, ezeket is el kéne vinni, bazze. Ugye? Úgyhogy landclaim blokkokat kellene craftolni közben majd. Így csak ezt nem fogom tudni most fölvenni, meg nem tudok landclaim blokkot craftolni szerintem. Nem. Jaj, várjátok, csörög a telefon. Mindig csörög a telefon, bazze. Pillanat. Jaj, bocsánat gyerekek, bocsánat! Nem láttad a kocsámat? Itt van a keeper, megjött. Itt van újra, szép, mint mindig érdekel. Ja, nem tudok ezért hosszan nyomni rajt. Nem is tudok rajt hosszan nyomni semmit. Kell csinálni a Glad Clay blokkot, az be... Nos, mi van? Tizet nyomtam. Jaj, mi a pöcsövet csinálok? Mi kell ehhez? 5 darab kő. Ahó, de hülye vagyok, hogy izétem, hogy nem hoztam 5 darab követ. Hát ezeket föl kéne venni, ezeket el kellene vinnem mindenképp. Meg a virágládáimat akarom elvinni, meg az összes magamat. Vagy a kajámat legyek önellátó már, nem? Craft. Önellátó akarok lenni gyerekek, mindenképpen. Na várja. Ja, itt egy kicsit itt tök a része is megy. Az igen, leroktam egy póznát. Ugye, jó van. Oké, és akkor ezeket... Nem empty, mindig elfelejtem. Sírke limóvalom, biztos kapom mi. Úgyhogy megint gyújtottak ott követ. Hogy a szeme állja meg. Még jó, hogy 5 kő, ez régebben nem ilyen 1000 kőből kellett csinálni. Mint hogyha valami rém lenne, hogy volt olyan verzió, hogy valami 1000 kő, vagy nem tudom mennyi kellett hozzá. Ez meg fogadjunk vas. Mindjárt gondoltam bazza, vagy nem tudom mi az. Ja, mert ott benne is szeretném fölvenni a dolgokat. Csináltunk egy böszbe, egy piramista, egy büdös semmiért gyerekek. Azért gratulálok magamnak, mi? Ja, meg még kellene.
5, mert lehet, hogy még... Nem, máshova nem kell mennem? Ott benn kellene fölvennem a dolgokat, és igazából más nem, hanem igazából az inventoryból, vagyis a ládákból kéne áthordani mindent. Meg igazából azt mondom, hogy fú, mindenhol is vannak ám. Mert vannak a Jenny előtt is szerintem. Jenny-nél meg viszont meg kéne nézni, hogy nincsen ilyen robot alkatrész. Ja, úgyhogy sok dolgunk van, gyerekek. Ja, ide is le kell rakni. Itt is mennyi ízé fablok, meg mennyi mindent ide beleöltem. Na, ne essünk már le. Menjél már föl, az. Nem megy föl, mert el akar ebbe a létizébe, betonba, vagy mi ez, vagy kühibe. Kühibe. Hát, figyeljetek, ez se nagyobb, nem? Ez a base se nagyobb, szerintem. Úgyhogy semmi gond nincsen. Így, bazze, hát kikapom a falat. Hagyjátok, azt komolyan mondom, szerintem az... Nem tudom. És MMT. Mi nem MMT? Na. Még mindig MMT? Hát mi van benne, bazze? Hát nincs de mi az? Ezt nem kell kiégetnem. Ne szórakozzon velem. Ben van a vas, akkor nem engedi kivenni? És fölvenni? Mármint ki kell égettem, de hát, hogy rohadj meg. És megint ilyen furcsa ambience van. Ilyen para, ilyen, nem is tudom, ilyen temető feeling. Borzalmasan rossz. De figyelj, nincs benne semmi. Nem ezek vannak benne. Hát a szeme álljon meg. De ezt meg akkor mit csináljak, mert hogyan tudom ezt kivenni, bassza? Jó, akkor ezt így most ki kell égetnem. És 2 percig tart, és az iront is. Jó, szóval iron. Jó, és akkor ki tudom menni, hogy egy darab clayben van? Ha nem, akkor megőrülök. Izét azt nem fogom elvinni. Ezt elviszem, ezt elviszem. Ezt elviszem, ezt elviszem. Ezt elviszem. Ezt vegyük ki. Meg ebbe is van ez. Oké. Okay. Nagyon szupi. Ezeket nem érdemes elvinnem. Itt viszont... Iszedünk mindent. Hát nem kellett sok mindent. Én már fullal is vagyunk, de jó. Oh. Oh, de sok minden van. Hát mindegy, facucok nincs. Kölcucok mehet. És igazából még nem is jó, nem maradt. Jó. Ez is. Modok. Fegyverek. Ezeket mind nem tudom elvinni, ki kell vennem a biciklihez. Ez addig kiég, jó? Kimegyünk a bringához. Bringát azt kihagytunk szerintem. Jó messzi. 11-en túl vagyunk terhelve, ne foglalkozzatok vele, buszáj lesz. Arra. Ja, ne foglalkozzatok ilyen apróságokkal. A izét akartam megnézni. Ígyünk egy sört, nem? Ezt nem jön reggel. Azt majd iszunk. Majd ha biciklizünk, részegen bringázunk. Van itt rengeteg fém, meg minden, ugye tudnánk rugót csinálni. Hát remélem azt a forcsot azt el tudom menni. Elég sok alkatrész kellett hozzá, ugye emlékszem, bár aztán lehet, hogy egy... régen kellett hozzá sok alkatrésze, meg ugye emlékszem, hogy sok alkatrész kellett hozzá. Ígyunk meg azt a sört, bazza, meg egy darab sört ne vigyek már el, hallod. Egyébként lehet, hogy érdemes lenne szelektálni. Megnézni olyan dolgokat, amik nem... De minden kell egyébként, ebben a játékban minden kell, úgyhogy nem érdemes szelektálni. Na, storage-ba pakoljunk. Most ilyet vigyek, szerinted? Tudok craftolni. Amit tudok craftolni, azt ne vigyük. Úgyhogy akkor nézzük át. Amit tudok craftolni, azt ne vigyük el. Amit tudok craftolni. Ilyen növényeket egyébként, ezeket is... Ilyen, nem fogok ültetni a szódzier. Ezt az old sandwich-et, ezt nem érdekel. 7 darab csont nem érdekel. Homok nem érdekel, mert annyit szerek, amennyit akarok. 5 darab kő nem kell, nem kell, jó, nem kell ilyen. Maradék az meg maradhat. Ez már egy jobb, ez már egy barátibb. Tényleg, amit tudok craftolni, meg 3 másodperc alatt össze tudok szedni, meg ilyen aloe is érted, mi a pöcsömnek, meg ez a...
Ez a növény se érdekel. Meg ez a növény se érdekel. Tudom, nagyon jó, meg minden, de meg ez se érdekel. Jukka seed, ez se érdekel. Nem csinálok jukkából semmi, gyerekek. Kaja kell. Szóp se kell. Jó, fullom van. Tényleg, amit így le tudok craftolni, meg annyira nem érdekel, az nem fog érdekelni. Jó, ezeket viszont visszük. Menjünk már a biciklibe? Hű, tele van ilyen izé zsákkal. Oké, hát remélem, hogy kiégettem annyit, és egy darab clay van benne, attól még fel tudom menni azt a vackot. Na, már nem vagyok benne biztos. Biztos kifog rajtam. Ja, le akarom szedni azokat a izéket is az oldaláról a bázisomnak, azokat az épp állvány elemeket, mert az nem tök nem kellene. Nem tudom, a zombi horda az hogy fog működni. De bazza, hol vagyok? Ja, jó. Katakomba rendszer, azt néha azt se tudom, merre van előre. Na nézzük, hogy itt. Mi a... Ja, meg a fáklyákat leszedhetném. Mi a frasztak égnek itt a fáklyák? Oké, okay, és akkor most fel engedi venni? Hát ez egy rövely, bazd meg. Ja, várjál. Ja, fel engedi. Egy darab clayben marad, de fel engedte. Jó, oké, okay, nem kell ilyet lecraftolnom. A fáklyákat is lekapom majd a falról. És egy elhagyatott piramis lesz, gyerekek. Okay, és ezt a land claim blokkot is kidobom a francba, akkor úgy látszik erre nem, tényleg nincs szükségünk. Facuccok, oké. Okay. Külcuccok, oké. Okay. Fémcuccok jöjjenek, mert azok tök jó, hogyha vannak. A murok annyira nem fontosak. Hát a fegyverek között rengeteg szar van. A lőszerek azok nem baj, hogyha jönnek. Na itt vannak ezek az alkatrészeket, erről beszéltem, eladó cuccok. Nincsenek egyik szervetlen. Ezek jöjjenek, mert itt akkor... Uh-huh. Ez jók lennének egyébként ezt elvinni, mert ugye ezt kéne csinálni. De hova pöcsönbe raktam ezt az egy darab ilyet? Ebből volt négy, és ez hol van? Hova raktam ezt a robot alkatrészt? Ilyen nem tudja, hogy volt egy bazer. Ha? Robotic part, itt van. Robotik, az mi az, hogy faszt hagyjak itt? Jó, azt is öléltet itt hagyjuk. És akkor megvan egy darab... Nyolc darab robot! Nyolc darabot tudnék csinálni! Úristen, hallod? Nyolc darabot tudnék csinálni, mert... Hát az akkor igazából... Az ilyen nagyon full lenne. Jó, itt aztán van ám minden szemet. Kell mindenképp még egy sor láda, mert úgy látom, hogy itt vannak olyan alkatrészek, amiket... Egyszerűen nem fogom tudni elpakolni. És azért is csinálok sok ládát. Mert ugye, hogyha kezdenek fullon lenni, akkor azért, hogyha jobb, több kategória van, akkor jobban szétoszlanak és kevésbé fognak megtelni. Főleg ez ilyen egyszlotos itemek, mit tudom én, ilyen bicikliváz, meg ilyen hülyeségek. Ami lehet, hogy kelleni fog egyszer valamikor, talán aztán nem biztos. Jó, megyünk haza gyerekek, egyelőre szét fogjuk válogatni. És annyit csinálunk, ja, túl vagyunk terhelve, mint az állat. Kellene craftolnunk minden, figyeljetek, ja, kellene craftolnunk mindenképp ilyen robot cumi-mumit. Várja, meg kell jelölnem magamnak, mert nem nagyon van jelölve. Ott van az, hogy X, figyeld, az jelöli a helyet. Jó, ja, neki kéne állnom ennek összeszedni az alkatrészeit, meg lecraftolni, hogy ezeket a robotokat meg tudjam csinálni. Mert ugye holnap zombi horda, és azt ott fogjuk tudni megpróbálni túlélni. Ja. Gyerekek, ti láttatok zombit? Ja, láttunk. Mondom, hol a francba vannak. Néha egyébként, és tök észrevettem, hogy sokszor így az utolsó nap nem nagyon van zombi, nem? Egyébként az durva, hogy már a 40 valahányadik szinten vagyunk, ja majd a skillpontokat esetleg, ha gondoljátok, mondjatok, 6 darabot el tudunk osztani. Ugye az sok upgrade-elés, építkezés, az megint meghozta a gyümölcsét. Ja, hogy mire pakoljunk. Jó lenne egyébként lőfegyverre rámenni, meg ugye lőszert gyártani, meg lőfegyvert gyártani, mert egy idő után mondtátok, hogy azért ez a kalapács az rohadtul nem lesz nyerő. Be fogok félelni vele nagyon durván, úgyhogy előfordulhat, hogy valamit majd
valami lőszergyártás, izomból meg izélgyártás lesz. Meg skillpontokat rá kéne rakni, csak nem tudom, hogy mire érdemes. Vagy shotgunra, vagy gépfegyverre, vagy nem tudom mi az, milyen opciók vannak még. Egyébként én több közelharci fegyvert raknék be ebbe a játékba, tök jó élném mondjuk, hogyha lenne mondjuk samurái kard, vagy az tököm tudja, egy csomó fajta, mi a pecsem van ott? Mi az a lebegő épület ott? Ja, az ilyen watchtower, ilyet már láttunk. Jó, 1,6 km teljesen jók vagyunk, szétszortírozzunk, mindent megcsinálunk, aztán utána úsgyi lesz. Le kéne szednem azt a záványzatot, az nekem nagyon csúnya. Majd megmutatom, legalább meglátjátok, hogy lehet jól építkezni, úgyhogy nem esel le. Annyit kell csinálni, hogy alulról kell össze felpakolnod egy csomó blokkot, és azon kell így megállnod. És akkor úgy tök jól lehet nyomni az upgrade-elést is, meg mindent is. Hát kicsit bevállalós voltam így ebben a részben, aztán nem nagyon jött össze a dolog. Ja, hát ez egy ilyen kisebb város, ami most megyünk keresztül, ugye? Szuper, én örülök nagyon, tök jók vagyunk. A basszus, honnan indultunk? Belegondolok, hogy a tetőn voltunk először, emlékeztek? Ott telepettünk le. Mármint egy ilyen nagyon messze lévő városban. Még nem is a Trader Jane-nél, hanem a másik Trader-nél, a legelsőnél. Egy tetőn, és ott questelgettünk, egy ilyen kicsi városba. Nem is tudom, valami pubnak a teteje volt, ugye? Szembe volt vele egy hentes. Most meg már itt vagyunk, basszus, már a harmadik helyen. Konkrétan, de szerintem ez lesz a legjobb. Ez nekem tetszik. Ez lehet, hogy ilyen végleges lesz. Az igen, na jó van. Ebben a raklapba bazza, hogy elakadsz, öcsém, na mennyi, ne, mennyi már olyan. Föl se tudnám venni, ugye nem tudom fölvenni akkor, amikor, ahogyha tele van cuci-mucival. Ja, 40 darab vas kell egyébként, vas rúd. A izéhez. Ez a robothoz, meg 10 duct tape, meg 10 darab rugó, úgyhogy ezeket egyébként szerintem lehet, hogy nem is mindet, de meg kell próbálni, hogy nem tudom megcsinálni Forge-ba, mert akkor az tök jó lenne. Egyébként itt bányáztam, megmutatom nektek. Itt csináltam egy ilyen külszíni fejtést, leginkább külszíni fejtést kellett csinálnom, mert leginkább az volt a problémám, nem látom, hol vannak. Mert ugye Clay köllött nagyon sok. Úgyhogy itt van valahol. Itt van egy lakókocsi valahol, és az mellett. Itt ástam a gameplayen kívüli. Gyűjtés volt ez erre. Oké. Mindjárt hazaérünk gyerekek, 500 méter. No problémo. Jaj. Így, ott egy tyúk. Egyébként hoztunk kaját, vagy valamit? Kaja alapanyagot, vagy bármit? Volt nekünk? Van? Nem sok mindenünk van, de viszont van vízünk. Elhoztam a lepárlókat, az is tök jó. Ja. Meg ugye elkezdünk kertészkedni. Kertészkedni, itt már fönn kertészkedés lesz. Ja, itt van elég lyukka, meg minden, mondom, azt nem hozom el, de lehet, hogy utána meg belekerült egy-két mag. Vagy egy-két lyukka gyümölcs, de itt aztán lehetne lyukka juice csinálni bőven. Azt nem is kellene így ültetni, de mondjuk egyébként lehet, hogy lent majd létrehozok egy nagyobb kertet. Csak fönt mondjuk az ilyen frekventáltabb dolgokat így megcsinálhatnánk. Mármint az ilyen prioritást élvező dolgokat. Na, hol van a csodálatos bázisom? Odarész, ott már fönt izé, azt a betyár. Hát ennél high-tech-ebb bázist azért nagyon keveset látni, nem srácok. Legalábbis én nagyon büszke vagyok erre. Ja, a létrát is kell szedni, mert az oldalán megy fel egy létre. Úgyhogy ja. Hát ide most föl kéne vergődnünk. Marha gyorsan. Fú, te. Hát, hogy zombi lennék, ezt meglátnám, azt mondanám, hogy köszönöm szépen itt, akkor befejeztem a pályafutásomat. Én nem akarok itt senkivel kekeckedni. Aki ebbe a citadellába lakik, az nem normális, aki ezt így felhúzta 80 méter magasat. És, ja, hát megjállunk majd betont keverni, akkor felupgrade-eljük az egészet nyilván betonból. Hajrá, hajrá, hajrá. Ja, hát beszélünk magas, na.
Nem is tudom hány emelet. Valami 20 emelet környéken van, vagy valami több is. Fú, bazza. Itt a zombik. Ha nem csavarodnak be, amire fölérnek, akkor csoda lesz, nem? Tényleg egyre több föl tudnak itt jönni, basszus. Ez nagyon, nagyon epik hosszú. Ha hallod? Ide föl... Véletlen betéved a zombi, és így föl akar jönni. Itt órákig bolyong, hallod? Ilyen labirintus. Te! Ha mikor érünk már föl? Ha nyilván gázzal megyek fölfele folyamat. Uff, Isten. A vizőt kéne kraftolni, de bazzal fogadjunk, nincsen kövem. De, ja, mondjuk van kövem. Na nézzük, ez a láda kipakolás, mondta Ferenc, mert hogy ez egy ilyen kaotikus őrület szokott nálam lenni. Úgyhogy próbáljuk meg, hogy ne az legyen, jó? Először is várjál, akkor már rakjuk le ezeket a dolgokat itt. Ezt a kettő dolgot ugye jó lenne. Csak. Fogadjunk, nem fél egymás mellé a kettőt, ez marha jó. Na várj, hát akkor ez tök szar. Ennek ezért nem vagyok boldog. Mert... De vajon én már nem tudod rakni, mert ott ugye a rács bingódik. Jó, hát itt ez a kettő. Oké, ez így van, itt meg lesz egy kis izé... paprikám, nem tudom. Jó, ezt így berakjuk az egyikbe. Oké, ez akkor így már van ilyenünk. Ez szerintem tök jó. Ez a tök menüén is néz ki. És akkor ugye ezt a kettő crafting table-t, vagyis egy crafting table-t, meg egy darab forge-ot, ami a fogalmam sincs hova pecsembe raktam. Ilyen forge az ott van, hol a crafting table? Ha megint kezdődik, hol van? Azt kiraktam a biciklibe, az akkor jó sikerült. Ja, a forge-ot, azt mondjuk meg berakhatnám. Oda szembe is akár, ugye? Egyre kettő elférne. De mondjuk a betonkeverő az egyet foglal. Lehet valami szimmetriát kéne kialakítanom. Várját, ezt nem valami jó raktam le. Jó, ide lesz egy forge. Oké? Okay? Jó, de hát ez nem jó raktam le ezt a ládát. De kellene majd még egy láda. Ide lesz crafting table, meg még valami csoda, de meg ugye ezek a... És ezt meg is csinálom. Mert mindjárt. Mert meg is látod, hogy miért csinálom meg. Nem vagyok hülye annyira. Campfire-t, csinálunk egy hányat, egy hármat? Csináltok egy négyet. Sőt, igazából a nagy büdös francokat, hanem csinálunk kettőt. Mert minek annyi? Inkább azt kellene csinálni a keepernek, hogy lesz a kajás, meg lesz a piás. És akkor így tök jó, nem? Minek csináljuk többet? Ugye akkor ide kellene nekünk egy ilyen, minek ennyi. Egy ilyen, meg akkor egy főzőedény, aminek annak is kéne lennie. Úgy. Ide is ugyanúgy minden egyi. Kell ez, kell egy főzőedény. Meg azt hiszem, hogy ennek már nem volt ilyenje, ugye? Nem volt ilyen köcsögünk. Semmi baj nincs azzal, hogy nincs olyan köcsögünk. És akkor kaja készítés, pia készítés, és akkor így is egy kicsit el tudjuk szeparálni. Kellene belerakni szenet, meg kellene rakni vele a másikba is szenet, jó? Aztán akkor így igazából meg is vagyunk. Akkor ugye ez a kajás, bal oldali. Akkor neki is álltunk valamit készíteni. Amit igazából nem nagyon tudunk semmit, de viszont a piásba tudunk, a multibotárba legalább egy kis vizet össze tudunk rettyenteni. Oké. Okay. Viszont ugye alapanyag, kaja alapanyag dolgokat kirakjuk. Kaja alapanyag. Nincs több kaja alapanyag? Nincs több kaja alapanyag? Jó, és akkor pia alapanyag. Szerintem meg is vagyunk. Oké. Okay. Franko, ez itt tök jó. Ez nekem itt tetszik. Akkor túlszokhoz esetleg van valami. Nézzük túlszokhoz. Ja, ezt viszont be kell raknom a forge-ba. Nagyon jó. A túlszokhoz bemehet ugye ez is, meg ez is igazából. Az alkatrészekhez, és azért mondtam, hogy az alkatrészeknél jó, hogyha ez van. Az mehet oda. És akkor igazából mehetünk most már sorba. Ezt a fához berakom. Nem, ezt nem ide. Volt ilyen fa blokkom, azt hova tettem? Ezt is berakom a fához.
Nincs több fa? Nincs. A vashoz rengeteg dolog van, ez is, ez is, ez is, ez is, ez is, ez is, ez is. Oké, okay, a kőhöz. Ez megy, ez megy, ez megy, ez megy, ez megy, ugye? Vashoz még bemehet a réz is. Ez mi ez? Van benzinem? Ez minek a benzin? Oké, okay, akkor szelves kraftonsz, nem tudom, hogy van-e. Az lehet, hogy pont nincs. Szelvetlen kraftoz meg viszont van. Ez is szelvetlen kraft, ez is, és ez is. Meg ez is szelvetlen kraft nálam. Az armornál nincs semmi, a weaponnél ez is, 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 ez is. Így. A toolsnál igazából más nincs. Az alkatrész, ez viszont bemelt a bicikli alkatrész. És kellene, mert csinálnom egy olyat, hogy egészségügy, úgyhogy egy ládát majd még egyet le kell rakni. Azt hiszem a toolshoz dobtam a ládát, vagy hova raktam? Na, azért volt valami ládám, nem? Hát a faszom tudja. Most bocs, hogy ilyen csúnyán beszélek, de szerintem komolyan mondom, hogy ezt a ládát hova raktam. Itt meg nincs, van egy izé, van egy jelöletlen. Úgyhogy akkor ez lehetne a... Valamit pont akartam, hogy milyen legyen, de nem tudom mi. Na, nézzük a készpia dolgokból, ígyunk egyet. Jó, mert igazából nem is kell magammal vinni, hanem itt ugye föl tudok tankolni, akkor kapásba ki se kell vennem belőle, és ez szerintem jó. Egy darab doboz még jó lenne, csak most én nagyon jól elkedettem egyébként. Mindegy, le kellene menni a cuccokért mindenképp. Meg akkor annyit kellene csinálni, a blokkokat elviszem, le akarom szedni ezeket a csúfságokat innen körbe. Úgyhogy akkor kellene a fából a blokk. És ezt át kellene alakítani, mondjuk van itt egy-két dolog még, a kőnél ez. A szerves kraftnál, a szervetlen kraftnál van egy ilyenünk. Jó, és akkor van egy olyanunk, hogy... Ezt... Át kéne alakítanunk. Ilyen blokkal... Na is kapisztok. Oké, okay, és meg is vagyunk be. Jó van gyerekek, nem egyszerű az élet, tudom. Kellene majd egy lejutáshoz egy medencét ásnunk, viszont ezt ki kell leketesztelünk, hogy tényleg van vödör, tudok vizet hordani? Mert igazából akkor az kell hozzá. És akkor azt csinálnám, hogy lejutás az úgy lenne, hogy leugrok. Mindig. És kész. Figyeljetek. Jó célzó. Fú, bazza, milyen hosszú ez. Na jó lenne egy lift. Meg jó lenne kivilágítani. Fákjákat nem is szedtem össze, de hát mondjuk el nem is kellett volna annyira. Nem annyira fontos. Bazz, megszérültem rendesen. Ja, ezt itt izélni, fel kellene mászni, és minden egyes oldalról leszedni ezeket a fölösleges blocskokat. Lehet, hogy sikerült oda raknom, ahol nem akartam. Na gyerekek, hát ezt így egyébként okosban meg tudod oldani. Tudom, nem a legegyszerűbb, de hát ez van. Ja, az armoromat megcsinálom mindenképp, meg elkezdünk armort is craftolni. Egy csomó mindent kellene, tudom. Meg, bocsánat, hogy el is hanyagolom. Hát ugye most vagyunk 30 blokknál, figyeld. Sihit. Sihit. A faállványzatot összegyűjtjük. Negyven bloknál vagyunk, negyvennyolcnál. És már kezdünk közelebb érni. Úgyhogy itt lehetett upgrade-elni itt ezeket a dolgokat itt. Megjöttünk szerintem. Aztán nem bajám, hogyha leesik, csak... Hú, basz meg. Csak nem fejemre. Oké, okay, megvan itt, innen eltűntünk mind, ugye? Halljátok, mekkora izé para faktorja van ennek. Hát egy néhány blokk. Meg ugye ide leestek ezek. Amiket itt szíje csapunk. Zuhanó félbe voltak. Na, itt a létrán föl tudunk menni, meg föl is kell, mert vissza kell szednünk a létrát. És szerintem itt nem is volt már más, mert ugye elég jól visszaszedtük. Ah, jó, jó lehet építkezni ebben a játékban, azért jól néz ki, nem srácok, nekem legalábbis marhára tetszik ez az egész. Hát, hogyha beton lesz, akkor
Mindenképp ezt fogjuk először megerősíteni, aztán akkor valami csak lesz. Az a baj, hogy... Nehogy leessük. Elkezdene borulni össze. Zuhannának a kockák felénk. Tudjátok, mi lenne nagyon durva? Így a legutolsó részben ezt így aláaknázni, ezt így felrobbantani, és akkor így összedőlne. Ja, meg vagyunk, oké. Okay. Jó, hát itt viszont vannak problémák. Úgyhogy ezt figyeljetek le, ja, mindegy. Tök mindegy, hol megyünk föl legutoljára, meg legelőször, úgyhogy ezt itt megpróbálkozunk vele. Bocs egyébként, hogy ezt meg kell csinálni, de mindent azért nem csinálunk gameplayen kívül. Tudod, mi lenne vicces? Most jön egy zombi, és kiütné alulunk ezt az egészet. Hát és jön is, az, ott mászkál egy. Elvileg 30 méter távolságban már nem érzékel. Júj! Rossz helyre raktam. Mindjárt megvan. Még egy oldalt kell majd felszabadítanunk. Csak ugye le tudsz esni úgy, hogyha megfejeled és lelök. Szóval arra kell figyelni, hogy ne nagyon következzen be. Mi van itt, basszus? Miért van itt ez az egész? Hű. Ez nagyon durva. Tiszta para, nem? Jó, azt meg tudjuk oldani akkor még onnan. Ja, bocsi, hogy ilyen szenvedős. Lefele gyorsabb. Kell egy izé, kell ásnunk egy medencét, hogy leérkezni, vagy lemenni, az ne legyen olyan veszélyes. Viszont, hogyha lesz egy gyrokopterünk, előbb-utóbb biztos, hogy lesz, akkor lehetne csinálni egy helipadot mondjuk a tetejére még, és akkor úgy könnyebben el tudnánk érni ezt az egészet. Na, menjünk föl, megnézzük egy kicsit távolabbról majd ezt az egészet még. Figyeljetek, holnap egyébként megcsináljuk a zombi várót, horda várót, mármint úgy értem, hogy a 28. nap. És akkor igazából vissza is mehetnék még a maradék cuccomért, mert miért ne, nem? És akkor én úgy gondolom, hogy azt már egy úttal el tudnánk hozni, és akkor nem idegesítene, hogy bármi ott maradt. Tudjuk, hogy minden itt van. Esetleg annyi, hogy be van trekkelve ugye, hogy mi kell a robotik cucchoz. Akkor lehet, hogy azt kell csinálni, hogy Jenny-nél megnézni, hogy van-e hozzá bármilyen alkatrész. Meg azt minél hamarabb neki kéne állni craftolni. Úgyhogy azt lehet, hogy azt sem, hogy egyből itt fel vagyok, azt megnézem, hogy milyen craft lehetőségei vannak hozzá. Na, azt kivette volna azt a blokkot, fejemre szakad volna az egész. Okosba kéne. Bazd meg. Meg is volnánk, ugye? Meg van mind. Szuper. Megint leesett pár blokk. Jó, hogy nem a biciklimre. Szedjük ezeket, amik leszakadtak, jó? Ezt a fát, ezt kivágom, innen tök idegesít egyébként, hogy itt van. Nem látok el arra tőle, hogyha jön egy zombi vagy bármi, nem látok semmit, meg ezt a lyukkát is. Jó, a maradék az maradhat. Szándékosan ugye meg akarom óvni itt a környezetet. Ja, elmegyek egy kicsit távolabb, azt ránézek. Meg annyit megnézzünk, hogy a... Nagyon jó. És halljátok, az lesz ugye, hogy onnan fognak a zombik potyogni. Bám! Bám, 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 bám! Így le! Ez tök jó fog kinézni, hát kár, hogy nem látjuk kívülről, de biztos epikus lehet. Hát nagyon bízom benne, hogy ez így föl fognak jönni. Lehet, hogy ezt ki kéne próbálni, mindjárt kiszedem a bicikliből, és felrohanok előtte, és megnézzük, hogy mit csinál, így végignézzük. Jó?
Úgyhogy lehet, hogy egy ilyet kellene egy zombit kerítenünk, és meg kéne próbálnunk, mert ez azért fontos kérdés, nem a legutolsó pillanatban elüljön ki ott egy zombi. Ez az egy. Jó. Nem vagy a leggyorsabb barátom, de mindjárt kiderül, hogy... hogy ez hogy fog működni. Legalább kiderítjük. Na, tényleg az, hogy én... nagyon nem távolodhatok el tőle, mert ugye ez nem horda napi zombi, tehát le fog akadni. Mindenképp az van, hogy csalnom kell. Kíváncsi vagyok, hogy fog-e bármit ütni, vagy mi fog történni. Meg igazából lehet, hogy meg is fogom oldani, hogy essen le, valahogy lelököm. És megnézzük, hogy mekkora divizselődik, meg hogy mit csinál utána. De hát mondjuk ez nem fog utánunk jönni, mert le fog akadni szerintem az esés után. Gyere barátom, följössz utána? Gyerekek, ez gond nélkül jön. Szerintem. Hát ez jó lesz. Ez szerintem jó lesz. Attól félnek, hogyha berangelnek nagyon zombik, ne az legyen, hogy elkezdik ütni a dolgokat. Figyelj most, ezt lehet, hogy kikér egy írnom. Mert ez itt ragad. Aztán itt fogja hézerezni örökké. Mert ugye leakad róla. De egyébként egy darab nem üt bele a falba egyáltalán. Na mi van, koma? Hát fáradtál? Kardió nincsen, vagy valami? Új, jön a koma. Szegény! Tudom, hogy magas bassz, de haragudj! De te vagy itt a próba, izé, baba. Ugye a zombik mindig megpróbálnak eljutni hozzánk. Ezt a feature-t, vagy ezt a mechanikát akarjuk kihasználni, hogy fölcsaljuk őket. Szerencsétlenje. Most jó rács eszed velem, na. Hello! Ne álljál meg, bazze! Hát miért rágész tapit? Ugye, izé 22 óra lesz, aztán fut, mint a bolond, mi? Gyere, 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 várj, nem csak vissza, körülbelül fele, mi? Én feléri vagyunk, gyerekek. Egyébként az lesz durva, hogy eléggé nagy tumultus lesz. Bár nem biztos, lehet, hogy ugye tök sorba jönnek. És ez így szabályozza is a sebességüket. Szerintem hordakor. Hát kíváncsi leszek a horda napra. Gyere barátom, ott vagyunk 50 méternél. Már csak egy ilyen laza 30-as. Ja, hát ezt majd kifákjázom ám, azt lássak valamit itt. Na ugye ilyen sötét van egyébként. Ilyen sötét. Na, most már valami fény, mintha kezdene jönni. Hello! Disco, 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 hol vagy? Így, bazza, odavert egyet. De szerintem nem engem találta valam a falat. Ilyeneket át kell, majd néztem. Elég sok opció van, ahol tud kárt okozni a hülye. Na, megjöttünk. És akkor megcsinálom azt, hogy ide jövök. Aha, figyelj, figyelj, csávó. És ugye lenne egy olyan hammerem, akkor konkrétan ez így lelökné. Jaj, a kis Steph táncos barátom. Mi van? Ne varítsál, bazzeg. Lesélj vele, azt akarom lees, ne haragudjál. Köcsög vagyok, de... Na, figyeld, most ezt úgy homlokon vágom, hogy leesik. Nem halt meg. Azt a betyám, mekkora zuhandik az. És a csávó most gondolkodik, hogy what the fuck. A csávó, hogy elgondolkodott szerintem az élet értelmén, hogy mi történheted velem? Jó, ez jó volt. Milyen hosszan esett le? Nagyon vicces volt. Nagyon áll, adja. Tetszik. Jó, egyébként nem rossz. Hát most már valószínűleg nem fogunk visszajönni, mert ugye ez nem hordás zombi, tehát nem
nem hosszú neki, vagy nagyon távol van, na, sikerült kimondani, jó van. Itt ezt még rendbe kéne rakni, ja, meg kéne nézni, hogy mit kéne craftolni. De várjatok, igen, van egy crafting table-em például, ezt nem ártana lerakósgatni. Bazze, ez miért piros? Várj, ez minden van. Bazze, miért lila? Az nehogy azt mondod, hogy leszakad. De hát itt nem szakadhat le, dik az. Itt nem szakadhat le, ugye nem szakadhat le? Most én leszarom, én lerakom. Miért lila? Ez nem az, baze. Mi a faszér volt az lila? Hát összefostabb magam. Jó, nem baj. Ha jön, mindjárt jön a zombi fel, hogy megjöttem, hülye gyerek. Visszatértem. Mi? Oké. Nekünk ilyen kellene, ugye? Viszont ehhez kell. Duct tape, meg minden csoda. Ki kéne pakoldom akkor már. Viszont. Ennyi az összes cuccom már, ugye? Jó, oké, semmi gond. Pia alapanyag. Kész pia alapanyag. Ezeket a magokat egyébként, ja, ezeket majd valahogy máshogy kéne rendezni. Hol a bánatban van a izém? Gyerekek. Hol a bánatban van... A... Valami hiányzik. Valami nagyon is hiányzik, srácok, egyébként. Elmondom nektek. És hol vannak a izék? Valamit nem értek. Valamit, mint hogy valami elveszett, szerintem. Tudjátok, mint nem találok? És én vagyok full debil, de hol a francban vannak a izéim? A kötszereim. Azokat meg kiraktam ott hol, vagy mi a faszom? A bicikliben már nem volt. Hát jó. Viszont ezt be kéne olvasztani, meg lehet ezt is, meg egyébként clay-t kellene beolvasztanom, ugye? Azt bepakolom, mert el fogom felejteni, hát nem sok clay-e van, úgyhogy megint mehetünk bányászkodni. Ide kellene beolvasztanom, mert kellene ilyen ironom. Egyébként rugót azt tudok itt csinálni? Vagy hol tudok springet? Vagy azt úgy kell lizelnem? Azt úgy kell szétszennem? Van egyébként ilyen túlom, és ezt magamhoz is veszem. Úgyhogy ez kell, hogy legyen nálam. És autókat kell szétszedni hozzá, ugye? Meg ilyen mindenféle dolgot. Jó, semmi gond. Ezt kikapcsoljuk. Ja, ide kellene nekem viszont. Egy kis szél. És ide be kellene. Olvasztanom. Ezeket. Csuda dolog. Jó van, gyerekek. Szerintem elbocsozom, mert már egyébként kezdek nagyon álmos lenni. Jó, szuper. Mindenképp kell ilyen egy csomó. Kellene duct tape. Az is szerintem nem is tudom hol van. Az is lehet, hogy ott hol maradt. Szelvetlen craftba kéne lennie. De egyébként az is hol van, bazzer? Hol a fasz... Annak az utcai, gyerekek. Ott hol van még egy-két csomó dolog, mi? Az bánatos vagyok miatta. Gyerekek, ez meg már betermelt kettő vizet, amióta leraktam. Ez beteg jó. Egyébként azt is tudnám csinálni, ugye, hogy... Nem tudom megcsinálni. Hogy össze kellene inkább szedni többet. És majd egyszerre berakni, mert igazából van kész piám annyi, mint a sár. Meg ez, ja így vannak, hülye vagy, ezt kerestem. Ennek kell mindenképp egy láda, egy külön láda. Ahol, ami szerintem oda be fog kerülni. Tényleg a ládát is fogalmam sincs, hova raktam. Kellene a láda. Egy darab. Jó, azt lehet, hogy ott hol dobtam ki, ugye? Sajnod, tudja.
Nincs ennek egy külön ide slotot. És ide kellene ráírnunk, hogy gyógyszer. És akkor tudjuk, hogy a gyógyszeres dolgok azok itt vannak. Mert ez is annak számít. És akkor tudjuk, hogy a fém az meg mehet ide vissza. Nagyon tuti. Jó, ennek egyébként egy tető jó lenne, vagy pedig legalább ide, középre. Mindenképpen fogok egyet csinálni. Hát, nagy baj lenne, ha megcsinálnám, mert nagyon-nagyon rá vagyok függve a dolgokra, gyerekek. Megcsináljuk fából, ilyen frameből, aztán valami lesz. Jó, ne haragudjatok, de tényleg nagyon rá vagyok függve a dolgokra. Imádom. Valami nagyon érdekes tető lenne jó. De miért itt keresem? Mindjárt megnézzük ezeket a blokkokat, hogy milyen opciók vannak. Valami izgítető kellene, valami izgítető. Például, ez pillárral van. Nincs valami tök jó. Ez milyen? Egyébként egy sima plate-ből is tök jót lehetne csinálni. Ilyenből. Meg ilyen pólokból. Ez elég böszmény néz ki, ugye? Jó sajtom. Ez volt még a jó megoldás ide szerintem. Ja, nem pont ez. Bocsánat egyébként, hogy ilyen tökörészésben vagyok, de bele vagyok keveredve keményen dolgokba. Úgy. Úgy. Erre kéne rámennie, úgy. Oké. Ezt ketté kéne mennem, mert kellene nekem blokk is. Mert az a baj, hogyha nincs blokkom, akkor nem tudok mire felállni. És ezt még magasabbra akarom. Úgy. Jónak tűnik, ugye? Kell nekünk tető? Annyira akarok tetőt, de nem tudom miért. Talán mert egy ilyen kicsit ilyen feelinget adna hozzá, kicsit olyan puritán ez az egész. Jobban érezném magam, ha lenne tető. Nem tudom miért érzem ezt. Meg a zombivárót is meg kell csinálni, ahelyett, hogy inkább itten bóckodok lehet. Ez most ugyanolyan magas, ugye? Ugyanolyan magas, meg még ide is kére. Csak ezt ugye lehet, hogy úgy fog leszakadni, mint a szar. Én meg itten görcsölök rajt. Ez jó, ez sikerült a levegőben megcsinálnom. Oké. Okay. És akkor, hát ezt nem tudom, hogy ez sikerülni fog-e. Föl kell upgrade-elni sima fára. És a tetejét ki kéne találni. Jaj, majdnem leestem. Tetejét ki kéne találni, hogy milyen legyen. Ilyen hülyeségekkel foglalkozok, hallod? Aztán jön a zombi horda, mi? Tényleg én sem vagyok normális. Na nézzünk valami felső részt. Jó, az a plate, az a lap az nem lenne rossz. Ilyen is tök jó lenne, csak ne lenne ilyen. Ne lenne rajta ilyen szar. Plate vedge. Ez vagy van rajta egy ilyen pillár, de miért van rajta egy ilyen pillár, hogy rohadjon meg? Ezen nincs. Hm.
Na. Ez már babább. Ám már babább, nem? Örülök, örülök, mert jónak néz ki. Összegyűjti a tetőről a vizet, te vicceljél. Ez még jobb lesz, mint hogyha nem lenne ott. Meg nem esik ránk az eső, hát ne hülyeskedj. Ez marha jó. Ez marha jó, és akkor ezt így érdemes lenne folytatni tovább. De az a baj, hogy ez így például nem lehet folytatni. Várjál már. Befürüttem vele, úgy érzem. Ezt honnan szereztük? Innen, ugye? Akkor ennek biztos van olyan anyja. Figyelj, egyébként van ilyen izé is, amit így föl tud kattintani rá, mint ilyen oromzat. Tök jó. Jé, az mi volt? Ez valami nem stimmel. A francia ember egyébként, hogy nem lehet ezeket normálisan. Ennek például milyen fasz lehet a párja, mert ez egy ilyen fél csak. Egy ilyen 60 fokos. Lehet, hogy ez. De nem. Mert ez csak egy ilyen fél. És félnek a fele. Érted? Jöttön lesz egy luk. Hasonló kellene, csak amíg így végigmegy, ugye. Majdnem 15. Azért ebből valamit, hogyha ki tud valaki hozni, akkor gratulálok. Mármint azon kívül, hogyha nem bolondul meg. Ez se jó, mert ez is egy fél. Mindjárt nézzünk valami mást. Itt a Basic-nél. Sima lap. Hol van sima lap? Ez, nem tudom összeilleszteni, nem, mert ez meg nem közepes. Ilyen kellene, csak középen lévő, és akkor összekötném úgy, azt a jó világban, de hát olyat sem fogok találni, ebben biztos vagyok. Már előre látom. Ez mi egyébként? Mi a neve ennek? Hol van? Plate. Ja, nincs olyan. Nincs olyan, hogy középső plate. Ó! Kurva életbe, gyerekek. Ne álljatok neki, hogyha nem akartok megbolondulni ettől. Én már most érzem itt a ként magamon. Tök jó meg minden, de bazza, ebből, hogy összerakjál valamit, az tényleg gratulálok. Egyébként ebből lehet, hogy még működne valami. Mert ennek ez az alja, ez meg a következő része. De hát ez se biztos, hogy összejönne. Hát ezt én elengedem, bazen, mert megbolondulunk. Lehet, hogy ezért csinál, megpróbáljuk egy sion plate-ből. Aztán lehet, hogy mondjuk le fog szakadni. Jaj, ne! Jó, eltűnt. Nehogy valami ezért ilyen elkezdjen leborulni. Ezek meg vannak erősítve? Az még nincs. Oké, csináljunk sima plate-ből, gyerek, ki ebből gondoltam-e. Csak ugye fel kell ugrálni, nem olyan egyszerű. A gyerek meg egyáltalán át tudja hídolni. Érdekes, hogy ennyit áthidelet. Jó, ne hiszem. Esetleg körbe egy ilyen lejtőt tudunk rárakni. De még az se kell. Egyébként így akarom megoldani, hogy a helikopter leszálló ennek a tetején legyen. Szerintem az tök így menő lenne. Érted, hogy lesz helikopterünk, akkor pontosan, mint hogyha ennek a tetejét, sőt, ezt át is tudnánk alakítani helikopter leszállóval.
Az így tök kajak lenne. Ide már nem is kellett volna. Jó, úgy látom, hogy le se szakad, úgyhogy ez tök jó. Legyen már valami teteje, nem? Mordovárot meg kéne csinálni. Nem tudom egyébként, mit fogok csinálni, bazze. Lehet, hogy azt kéne, hogy az utolsó hordát, lehet, hogy visszamegyünk amúgy is gyűjtögetni. Megcsináljuk gyors azt a hordavárót ott, amit ugye elkezdtük, és ezt letrájoljuk, hogy működik-e. És akkor, bár Nigruska ajánlott, és képzeljétek, írta, hogy azért vannak bajok vele. Úgyhogy egy kicsit félek tőle. Lehet, hogy le kéne próbálnunk, hogy működik-e. Mert ha működne, akkor építenék egy ilyet ide lehet. Vagy nem tudom, mi legyen. Írjátok meg szerintetek, mi legyen a hordavár. Figyeljetek, üveget kell középre rakni, bazze, üveglapokat. Van üveglap. Ezt így megcsináltuk így, és középen meg üveglapot. Ó, mindig jönnek a jó ötletek. Van mindenféle odani üveglapocska. Ilyen üveglapocska például. Napocska, lapocska. Meg lehetett volna ilyet is oda néz, figyelj, milyen jó. Üveglapocskát rak a keeper. Ilyet, ilyet, na ezt ilyet kereste, hogy legyen keretje. Oké. Adani. Ne szórakozzál, hallod? Hogy ki van ezt találva? Beszalás. Üveglap. Azt meg majd lefestjük izére, mit tudom én, valami színre, az tök jól fog kinézni. Hát mindjárt összedől az egész. Halljátok, ez így megindítan egy ilyen láncreakciót, és összedőlne az egész bunkerem. Azért az úgy epic lenne, nem? Viszont az üveg, ez tetszik. Hogy ilyen. Hát valami festés jó lenne rá. Fú, hát ez nagyon menő, hallod? Fáklyát kéne csinálni, nem tudom, van-e fáklyához alapanyagom. Ja, meg egy clean blokkot nem ártana ledobnom. Úgyhogy ezt meg is kéne csinálnunk. Oda né, tesó. Azért high-tech a cucc, nem? Azért high-tech a cucc. Nem esik az eső keeper fejére. Ki lehet menni, körül lehet nézni. Mondjuk elég fura, de hát lehet, hogy ezt majd alakítjuk. Helikopter leszálló lesz a tetején, he. Ne viccelj, várj, ezt fel kéne upgrade-elnem őket, nem? Az érdekes, hogy kinézetük az nem változik, ugye? Ilyen modernes. De azért minimum fa legyen. Hát ez aztán hosszú... Akkor igen. Akkor van a súlynak jelentősége, úgy látom. Jó, itt kellene szerintem abba hagyni. Igen, van a súlynak jelentősége. Ugye minden nagyobb súlyú, annál inkább érdekes volt. Ez érdekes volt. Szerintem a szélsők azok adták meg magukat. És a szélső rész az leszakadt, egyre nagyobb súly keletkezett. Nagyon érdekes, ez nagyon összetett ez az egész. Hogyha túlságosan megerősítesz dolgokat, de a széle nincs megerősítve, ugye akkor a súly elviszi a francba, akkor neked vége. Úgyhogy most adtunk egy szarnak a pofont. Megint a fejünkre szakadt az egész rohadt bunkerunk. Jó, de egyébként ezt meg lehet valósítani, ugye tényleg megcsinálva acélból, vagy akármiből, ugye a talpakat és a lábakat is, meg minden. Úgyhogy nem lesz ebből nagy baj. De azt írjátok meg, srácok, hogy mit gondoltok, hogy mi legyen, hogy megpróbáljuk az itteni zombivárót. Ezt most mit ütök szét? Nem jót ütöttem szét, de jó vagy, bazzek éppen. Sikítos zombi, hallottad? Na, ez érdekes. Ez több, mint érdekes. Fuck! Nincsen land claim blokkom, szerintem land claim blokkom, vagy mi a patchnek hívják. Az tudja, hogy az volt, hallod? Az tudja, hogy annak a műve volt. Hogy nincs len olyan blokkom. Ez nem fölsétált,
Ezt leszpónolta ide a rendszer. Jó, elbúcsúzom gyerekek, mert kezd tényleg sok lenni nekem. Bazzá, sikítozom, de egyébként szerintem a izéket, a haverjait, azokat leszpónoltam oda, hogyha ilyenkor ordít egyet. Hallod, már csak megemlítette, hogy fákja. Aztán már izé volt itt, hacacáré. Jó, semmi gond, semmi gond. Ez leszpónolt ide hozzánk. Hát ez kapásból itt fordult. Nincsen lent nizénk, gyerekek, nincsen lent claim blokkunk, majd kell egyet csinálni. De most tényleg már nem akarom húzni tovább az időt, viszont ezeket lehet, hogy kiverem. Ezt annyit megcsinálok. És lehet, hogy nem kellene nagyon módosítgatnom nekem itt a... Ja, most meg akkor már nem kell kivernem, jó. Lehet, hogy nem nagyon kellene módosítgatnom itt a struktúrán, nehogy leszakadjam, mert azért vannak érdekes dolgok. Jó, köszi szépen a figyelmet, srácok. Hát írjátok meg, hogy tetszik-e a projekt. Nekem egyébként nagyon, én nagyon élem ezt az egészet. Tök jó lett, tök frankó. Az égi bázisunk. Tényleg itt igazából félnivalónk nincs, hát egy lent claim blokkunk lesz, akkor meg főleg nem. Na köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek. Jó hosszú videó lett, bocsánat érte, srácok. Tényleg kösz, hogy időkodtatok. Jók legyetek, sziasztok!